Rejtőjenő, nincs kegyelem. Első fejezet Warts csendbiztos gyanútlanul állt a folyóparton, mert a húsos farkas fegyvertelen kézzel lépett elé a bokrok közül, és megemelte a kalapját. De nem mondta azt, hogy jó napot, hanem kivett a kalapjából egy revolvert, és főbelőtte vele a csendbiztost. Mindez olyan gyorsan és váratlanul történt, hogy a Denveri kopó hírhett ügyessége előzhette meg a halálos lövést. – Hé, hey Fernández! – rikoltotta a rabló vezér, aki széles arca és vastag ajkai miatt neveztek húsos farkasnak. Egy megszeppent mesztic lépett ki a bokrok közül, és tétován nézett hol a halótra, hol gazdájára, aztán hebegve mondta. – Ez... ez meghalt, uram. – Azt hittettem, hogy dalolni fog, miután fővelőttem. Cipeld oda a bokrok mögé, te barom! Mikor Wörz teteme a bokrok között volt, húsos Farkas parancsot adott Fernándeznek. Hívd a fiúkat, de ne szólj arról, ami történt. Ó, farkas, ez nem volt igazi harc. Na és? Tán jártadni akarod a szádat? Fernández néma, és Fernández nem lát. A farkas az ő ura. Felelte remegve, mert a hatalmas rabló szeme villant, és a revolver felé nyúlt. A mesztic remegő térdelment a lovához. Tisztelt a rabló vezért, rettegett tőle és szolgálta, de volt egy homályos érzése, hogy valaha mi húsos farkas miatt fogják meghentergetni szurokban és pelyhekben, mielőtt felkötik. Csak még azt mondd meg, ez volt a híres csendbiztos, akit keletről küldtek ide? Eltaláltad. Ez a Denveri kopó, Words, aki híresebb az államokban, mint amilyen Buffalo Bill volt valamikor. Vajomikban kipusztította a rablókat. Senki sem menekült meg előle, akit üldözött. Most itt van. És belerugott a tetembe. Eredj! Fernandez elnyalgalt. A rabló áttanulmányozta a híres csendbiztos iratait. Ott volt Denver város főkapitányának a parancsa is. John Words útra kell Nevada államba. Megbízom, hogy County és vidéke közbiztonságát a körzet valamennyi serifjének bevonásával és irányításával ismét helyreállítsa tekintettel a helység és környékén sűrűn ismétlődő rablásokra és gyilkosságokra. John Wertz tejhatalmú megbízottam, a körzet valamennyi hivatalos közegét alárendelem, és ezek kötelesek minden parancsát habozás nélkül teljesíteni. Kelt, stb. 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 Hmm, jó, csak küldjenek ide első vérebeket, majd előbb-utóbb rend lesz, de addig húsos farkas már messze jár, és jó sok pénzt is visz az útra. Így ígérte Holdvilág Teddi. Holdvilág Teddi. Ki volt húsos farkas, és ki volt Holdvilág Teddi? Rablók, mondaná a felületes ember. Igaz, és mégsem igaz. Húsos farkas csak úgy volt rabló Holdvilág Teddyhez viszonyítva, mint ahogy a vályok kunyhó is épület, meg a felhők karcoló is az. A húsos farkas kegyetlen, félelmetes martalóc volt, Mikold világ legendás bandita, a hegyek és a prérik hőse. Jóval félelmetesebb a martalócnál, és mégis az emberek elismeréssel bólogattak, ha róla esett szó. Nevada államban akkoriban teljesen megbénult az üzleti élet a mindjobban elszaporodó rabló támadások következtében. Marha kereskedő nem merte erre a vidékre jönni, pénzes egyén messze elkerülte Nevadát, ahol a rablók voltak az urak. Ekkor az elkeseredett lakosság elhatározta, hogy nagy körvadászatot rendez. Írtóháborút indítanak a rablók ellen. Logan ezredes, a legnagyobb birtokosa és egyben képviselője a környéknek, személyesen járt a kormányzónál. Ne vada elhagyatott pusztaság lesz, ha nem segít rajtunk, kormányzó úr! Gondolja, hogy katonákat küldjek? Ez nehézkes. Emberben nincs hiány. Ezt a részét az ügynek vállalom. Minden becsületes farmer, minden valamire való marhapásztor katonának számít mi felénk, ha kihirdetem, hogy összefogunk a rablók ellen. Akkor mit kiválogem? Az ezredes elgondolkozott néhány pillanatig. Kormányzó úr mondta végig fejétől bűzlik a hal. Hogy érti ezt? Nem katonak kell, hanem vezető. Sok cimborájuk van az embereknek nevadába. Ma már fityet hánynak a hatóságoknak. Nem bízik a serifekben? Senkit sem gyanúsítok, de lehetetlen, hogy egyedül a rablók ügyessége döntötte ilyen katasztrófába azt a vidéket. A sziklás hegység és a Sierra jó búvó és a határ is közelesik. A serifek megbízhatósága azt hiszem, nem a közegek tisztességében kételkedem, hanem az ügyességükben. Biztos kezű megbízható vezetőkkel. Ha az emberek egyszer talpra álltak, és csődött mond a kísérlet, Elkerülhetetlenül a végső kerül a vidék közrendje. Mit kíván te A kerület főserifje ért el a legkevesebb eredményt. Küldjön Kent a kormányzó Burns helyett valakit. Hm, kit? Words, a Denveri kopót. Ide tekinték el. Valaki, akiben bíznak, egy holdvilág teddivel szemben. A kormányzó gondolkodott. Wurtz sohasem járt azon a vidéken. Elég vezető akadt Kantivében, aki minden lépését útba igazítja. A revolverharc és a nyomozás viszont egyforma mindenhol, és Wurtz ebben mester. Hogy gondolja? Tessék! Pontos katonai térképet tett az asztalra. Mi ez? Csatater. A harc itt nem különbözik egy kisebb háborútól. Minden helységben készen áll az üldöző csapat. Mik ezek a kettős vonalak? Arra felé vezet a rablók útja, ha menekülni akarnak nevadából. E pillanatban minden hágót megszálltak az embereim. A rablók nem juthatnak át a határon, és adott jelre a csapatok elindulnak. De ehhez a nagyszabású hajtóvadászathoz még hiányzik valami. Egy vezető, akit holdvilág Teddy méltó ellenfelének tartanak. Értem, Logan, és teljesítem a kívánságát. Words még ma útnak indul County úgy is történt. Most ott feküdt halva, egy bokor mögött. És a hágóknál közben mit sem sejtve táboroztak a csapatok, melyek csak a Denveri kopó érkezésére vártak, hogy elkezdődjék a nagy játék. Életre halálra. Lódobogás hallatszott. Megérkezett vágtatva Fernandez a Csak hárman voltak. Sötét Jeff, Tülök Bob és a mexikói suhanc. Ez az utóbbi a kettő mögött kisé hátra maradt lovaglás közben. Szándékosan lazábra fogva a szárat. A vadonhoz szokott ember gyanakvó óvatosságával közeledett. A mexikói suhanc, ahogy a rablók csúfolták, tán tíz napja érkezett porral lepett, szinte halára hajszolt lovon a határ felől. A rablók közé állt, de eddig még nem vett részt a portyázásaikon. Azt mondta, hogy Don Chávez perenja, de ezt nem hitte senki. Miért jönne ide, ha megmondaná az igazi nevét? Húsos farkas egyszerűen vállat vont a név hallatára, amikor a mexikói suhanc elé állt a hegyek között. Jó, mondjuk, hogy John Chavez Perenya vagy. Nem rossz név, de hosszú. Majd úgy hívunk, hogy Pen. Ezt nem felejtél az ember. Mindegy, milyen nevet adtok, hogy ne felejtsétek el. Az az én dolgom. A bandit, a kis sémek hökkent. Hm. Mit tudsz, a mexikói suhanc? Ekkor mondták ki először a nevet, melyet később igen sűrűn, de mindig csak óvatosan emlegettek erre felé a banditák. Mit tudok? Úgy látszott, mintha maga is gondolkozóban esne a kérdésem, és kifejezéstelen világos kék szemei a húsos farkas feje fölé néztek. Fontos, hogy erre most mondjak valamit? Aki úgy hiszi, hogy keveset érek, az próbára teheti, amit tudok. Szeretnék itt maradni. Ha majd jónak látom, elkísérlek a kirándulásaitokra, és meglátjátok, hogy tudok-e valamit. Nem olyan felelet volt, ami errefelé egyenesnek mondanak. És mégis, ez a fiú más volt, mint a többi. Megérezték, hogy különb. De ha nem hívtok, vagy ha nagyon akarnátok, elmegyek innen. Folytatta tűnődve, vontatottam. Tőlem maradhatsz felelte vállat vonva a húsos farkas, mert nem akarta csorbítani a tekintélyét azzal, hogy elutasítsa pent. Pedig előérzete megsejtett valamit a rendkívüli és félelmetes eseményekből, amelyek a mexikói suhanc érkezésével kezdődtek. Akkor hát rendben van, mondta a fiú közönösen. Itt fogok lakni veletek együtt, és ha jónak látom, közétek állok. És attól fogva ott ért a rablókkal. De alig beszélt velük. Naphozhat a fűbe feküdt kipányvázott lova mellett, és mexikói dalokat fütyült, vagy az eget bámult a hideg tekintetével. Ez a tekintet kék volt, de olyan valószínűtlenül világos kék, mintha távol is havasok, fenséges, barátságtalan környékéről származna. Fiatal volt, ez meglátszott a bőrén, haján, ruganyos járásán. De az arca. Mintha nagy tragédiák emlékét véste volna kőbe az idő. Merev vonások, a prérik, hegyek és erdők nyugalmának ősi titkairól meséltek. Olykor lálvaszerűen élettelenné lett ez a gyerekes fiatal arc. A két szeme néha olyan krétaszínűen világos lett az ég fehér vízfényétől, mint vakemberek éha imádkozik. Csak hirtelen hangokra vibrált meg egy-egy arcizma, csak a szél érkező szagra rezdült kisi az orcimpája, vagy mögötte eszelő lépésre gyúlt ki hirtelen a tekintete különben alig adott életját naphosszat. Teljesen magába merült, és csak finom ösztönein keresztül érintkezett a környezetével. Amikor mosolygott, olyan volt, mintha meglepő, szomorú esemény sejtetne előre. Merev szájszegletei zárt ajakkal lassan széthúzódtak. Ilyen volt a mexikói suhanc. Mikor Fernandez a húsos farkas hívását hírül hozta, ő is követte a két rablót. Nem lovagolt ki a tisztásra, kisé hátrába a többitől megrántotta a szárat, és tekintete, mint menekülő kígyó, körülsiklott, szempillantás alatt felfogva mindent. Húsos farkas ott állt a bokroknál hajadon főtt. – Ez miféle rendőr? – kérdezte sötétje. – Vöhöz, csendbiztos. A rablók ilyetten néztek, Valamelyik megrántotta rezzenő kézzel a kantát, és a ló horkantva lépegetett hátra az érintéstől, mintha szintén megdöbbenne. A denveri kopó? Úgy van, bólintott húsos farkas. Nem szóltam nektek. Miért halljam, hogy féltek? Ti azt hittétek, hogy nem bírok orccal. Most itt fekszik a kutya. Azért küldték, hogy összeszorítsa a nyomokba vetett hurkot. Hát én végeztem vele. Hogy történt? Szemtől szembe természetesen. Nagy dolog, mondta tülöbb Bob. Nézd meg, homlokon találtam. Az övéhez nyúlt, de már nem ért el a revolverét. Még holdvilág Teddy is megirigyelheti ezt a lövést. De hiszen nincs is revolvertartó az övén, szólalt meg hirtelen a fiatal cowboy csengő hangon. Húsos farkas egy sötét pillantást vetett feléje. Talán az hazudtam? Nézd meg, te tacskó, homlokon találtam akkor az ő kalapja feküdne a földön, és nem a tiéd. Kínos csend. Lehet, hogy a kalapodból vetted ki a revolveredet, folytatta Pen. És azt hitte, hogy köszönsz, azért nem védte magát. Régi trükk Mexikóban, azért fekszik a földön a kalapod. Kutya! Most az övéből kapta elő húsos farkas a revolverét, illetve csak akarta azt tenni, de a mexikói suhanszlóva egyetlen gomnyomásra felágaskodott a rabló mellett, és ökle a szakállas nagy ára csapott, felülről lefelé, mint valami kalapács. A húsos farkas hanyatt esett. Mindez olyan gyorsan történt, hogy mielőtt még a cinkosok közbeléphettek volna, a suhanc már pisztolyt fogott a kezébe. Aki megmoccan, az halott. Azt hiszed, elbírsz velünk? kérdezte ideges vigyorral a sötét Jeff. Azt. Te talán nem hiszed? Csend. A fiú hangja metszően parancsolt. Vegyétek fel a farkast. Úgy beszélt kisé, mintha énekelne. Vágtassatok egyenesen az úton. Ha megfordultok, vagy megálltok, mielőtt a domb eltakar benneteket, akkor könyörtelenül tüzelek. Ide hallgass, kölyök! mondta egy pühécsélés után tülög. Ah, ha hogy újat húzol velünk, állj közénk! A farkas majd csak megbocsátja, ami történt. A fiú furcsa éles hangon nevetett. Olyan volt ez a nevetés, mint a kese jogna magasba. <laughs> nem félek a farkas haragjától. És semmiféle csirkefogótól. Meggondoltam a dolgot, nem leszek rabló. Azt hittem, hogy a nyugati rabló bátor harcos ember. De ez a hiéna itt úgy ölte meg Warzt, hogy most undorodom tőletek. Nekem Mexikó volt a hazám. Indiánok neveltek. Nem bírom az alávaló bűndök szagát. Miért nem mész haza Mexikóba, ha ilyen becsületes vagy? Mondta gúnyosan sötét Jeff, hogy az időt húzza, mert észrevette, amint az ájolt rabló megmozdul lassan. Lelőttem egy rancsérót, ha éppen tudni akarod. Kiraboltad? Szólt bele Bob, és tekintetét erőszakolt közönnyel az ég alja felé irányította. A húsos farkas feje jobbra, majd balra billent. Én meg sohasem raboltam, feleltepen. Az apámat tönkretette, és becsületes harcba végeztem vele. De nem volt tanú, és a fia hamis vallomást tett. Átkozott kocskölyök volt. A farkas kinyitotta a szemét. Hag az ember volt, mondta gyorsan sötét Jeff. Miért nem védte meg a törvény az apádat? Felnézett, mintha az eget kémlelné, és feszült minden idege, mert húsos farkas nagy lélegzetet vett. Uzsorás volt, szólt nyugodtan a mexikói suhanc. Az apámat minden évből kiforgatta, de úgy, hogy a törvény nem tehetett semmit. Szemben álltunk. Perdios. A bosszú férfiak dolga. Ha fölkötnek érte, én állom, de orgyilkosokkal nem cimborálok. Takarodjatok és... A húsos farkas hirtelen felemelkedett és revolvert rántott, de a mexikói suhanc korbácsa anélkül, hogy arccal arra fordulna, lecsapott gombjával a kezére, aztán az arcára, és közben furcsa, indián harci kiáltást hallatott, amire a ló oldalt ugrott és feldöntötte húsos farkast, hogy ez kifiszamodott vállal hanyat repült. A pisztolyát és tekintetét egy másodpercesen fordította le el a két rablóról, pedig a ló még egy váratlan ugrást tett, mert kőre lépett és a patkója megcsúszott. Ez az ugrás megmentette Penn életét. A szemben álló két bandita tehetetlen volt. Az ijesztő ügyesség döbbenetes látványa talán még félelmetesebben sakban tartotta őket, mint a pisztolycsöve. De Fernandez, aki a bokor mellett hasalt, Wartz mellett lőtt. Ha nem mozdul el éppen a ló, akkor a golyó pontosan a mexikói suhan szívébe fúródik. Nyomban dörren és felett az alattomos lövésre. A mesztic felkiáltott a bokor mellett, szétcsapta fektében két karját, és a hátára fordult. Madonna, hát itt csupa orgyilkos él! Ti dögmadarak, én kiírtalak benneteket! kiáltottam. A két rabló nem moccant. Mi nem tettünk semmit, Pán, mondta halkan Bob. Most menjetek! Szólt Halkan, mexikói suhanc, de ez minden hangos fenyegetésnél veszélyesebben hangzott. De azonnal mert nincs több türelem már bennem. Jó, hol van, vigyorgott sötét zse. Csak aztán utat találja egyedül keletre. A körgyek minden hágóját üldözők őrzik. No és? Én nem gyilkoltam. De ezt ők nem tudják. A hegyi pásztorok közöttünk láttak. A bullog far kirablásával téged is gyanúsítanak. Ott vagy a személy leírások között. Egy másodperccel ráncok vonultak át a homlokát de aztán vállat rájuk kiáltott. Ne féltsetek ti engem! Átjutok valamelyik hágon, akkor is, ha valamelyik sakál otthagyja a fogát. Egy út van mindössze, felelte Károly vedő vigyóra a sötét zsep. Az csak holdvilág Teddy ismeri, és nem voltál közöttünk, amikor nálunk járt, hogy elmondja. Ha két percen belül még itt vagytok, akkor megmutatom nektek a legrövidebb utat a pokolba, én nem szorulok Holdvilág Teddi segítségére. Most mind a két rabló vigyorgott. <laughs> ha ő van itt a farkas helyén, akkor már nem élnél? És találkozol majd vele? szólt Tülökból. Ő felkeresi az jellegényeket. Türelmetlenül csapkodta a korbáccsal a csizmáját. Szívesen gondolok erre a találkozóra. Megmondhatjátok neki. Én üzenem ezt Holdvilág Teddinek. Most pusztuljatok! A három lovas rövidesen ott tügetett a hegyek felé vezető ösvényen, amelyre a banditák fészke volt. Fenn, magasan, majdnem a hó a Rocky Mountains gigantikusan meredő sziklái között. Így kezdődött a mexikói suhans kísérteties kalandja, amely a nyugati harcok történetében is példátlanul álló kegyetlen és hihetetlen küzdelembe sodort annyi embert. Második fejezet Amikor a rablók eltűntek, Pen leullott a lovállól. Először megnézte a mesztizet. Alig volt benne már élet. Uram, Hebeg te Fernandez elhalóan. Úgyis meghalok. Minek kínozná? Nem akarlak kínozni, te patkány. Azt hallottam, hogy a mexikóiak kegyetlenek. Ezért féltem. Sokos tabaságot fecsegnek a mexikóiakról ezek a gringó csirkefogók, miközben orvul gyilkolnak. Marad nyugodtan, most bekötözlek. Ó, uram. hallgass! Kimosta a sebet, tépést csinálta a meszti cingéből, és körülcsavarta rajta. Én meg akartalak ölni, és. és te jó vagy! A kutya is megugatja éjszaka a hódat, mégsem sötétedik el tőle az ég. Falkas és az emberei! itt hagytak engem. Ó, uram, neked igazad volt. Orgul kalapból vette ki a revolvert. Láttam. Ne beszélj! Úgyis meghalok. Én is azt hiszem. Ered szakított a golyó. Nem kár érted. Uram, rád lőttem, és te bekötözöl. Ők meg itt hagytak, mint a dögöt. Lihegte ismét Fernandez. A mexikói suhanc felállt. Én is itt hagylak. De bekötöz tél. Uram, hálából tud meg. Őrzik az átjárókat és a gázlókat. Az út, amit neked nem mondtak. Én hallottam, amikor ott járt náluk, hol És te nem voltál még köztük. Figyelj, az Penn Water Grand van egy gázló. Vér ki a száján. Pen állt és nézte. A mesztiszt nagy erőfeszítéssel folytatta. Ötven lépésre az, az indián sírtól, ahol az édes szorosa a folyóhoz nyílik. Így magyarázta a világ te... Te... Mexikó... Lihegett. Pen állt és figyelte. Ez élethalál kérdés volt. Az... Pen... Waterground... Túl sok partján... Van a... Határ Mexikó felé. Könnyű a... Szökés... Értett mindent. Ha holdvilág Teddy menekül, akkor a játszmának erre felé vége, és a rablók nem maradhatnak tovább. Sejthette volna. És ha a személy leírások között szerepel, akkor ő is a kötél árnyékában él, mint a többi. Szóval a feladat eljutni a Spand Waterground Grand kázlójához. 50 lépésnyire az indián sírtó. Ez az édes volt hágójánál van. Nem sokáig kabozott. Mindössze 19 éves, de mexikói és az indiánok nevelték. Egy macskaszerű ragadozó gyors, puha könnyed mozdulatával felemelte a meszticet, és távolabb egy bokor mögé helyezte, hogy semmit se lásson abból, ami történni fog. Mexikóban még nem olyan forró a talaj, mint itt. Közép-amerikáig könnyen eljut. Feküdj nyugodtan, amíg rád találnak, mert különben befelé elvérzel, mondta Fernandeznek. Ó, Fogd be a szád! Ott hagyta és felvette a halott Varc egyenruháját. Néha kis és szűk, de véletlenül egészen jó ráillik. Elföldelte a csend biztos, és jókor a sziklát görgetett a sírhelyre. Ha találok valakit útközben, elküldöm ide, mondta Fernandez felé. Én úgyis meghalok, csak vizet adj még, uram, ha igazán nem vagy kegyetlen. Ó, oh, a pokol ez itt belül Ég mindenem. Sebláza volt. Pán megtöltötte a kulacsát vízzel, és a sebesült mellé helyezte. Azután visszasietett a lovához, és megigazította a nyerget. Jól tudta a rablók beszélgetéséből, hogy a Denveri kopót nem ismerik itt távoli nyugaton. Soha sem járt Nevada államban. Élete legvalószínűtlenebb lovas teljesítményét kell kielőszakolnia most. A csendbiztos ruhájában talán eléri a Span Waterground gázlóját, ahol egy kis szerencsével kikerülheti az üldöző csapatokat, és a határon keresztül elmenekül a halálos gyűrűből. Vagy nem. Ez esetben elpusztul. De a hegyekbe nem tér vissza. Nem lesz rabló. Nem. Ezek mind patkányok. A husos farkas, tülök, bob, sötétzseff és tömpebél is, aki köpcös, alacsony, édes hangú és borotválhatatlanul ütögető sörte a révén olyan, mint egy apró szúrós vackor. Úgy látszik a rabló, mint patkány, és bizonyára holdvilág Teddy sem kivétel. Miért is lenne? Meghúzta kis náról hasa alatt a hevedert. Uram! nyögte Fernandez a bokor mögül. Nincs időm már, felelte nyersen. Egyet, őrizke, holdvilág tedditől. Ő, az ördög, ő meg akar majd ölni, ő nem tűr ezen a vidéken mást, aki erős. A fiú magasba emelt fejjel, élesen, röviden felkacagott. Csikók tesznek így, ha olyan vágy kinyába nyerítenek, aminek közeli beteljesedését megérzik. Én a hajtóbatászat után, ha kijutok élve, még egyszer visszatérek ide. Csak azért, hogy leszámoljak ezzel az emberrel. A mestic ilyet felaprózott lélegzettel suttogta. Ne tedd! Oh, ő maga az ördög, és, és mindenkit legyőz. By good! Unom, hogy ennyit fecsegtek egy akasztófa virágról. Megkeresem hát most, mielőtt még elhagyom nevadát. Ezzel megsarkantyúzta a paripáját, és elnyargott. Ki az? Words. oh, hello boys, a Denveri kopó megérkezett? Össze-vissza kiáltoztak. Halló! De ezt már nekem is látni kell. Micsoda, itt van. Baby, ébredj, Varc megérkezett. Hello, Higgins, lámpát ide, sátán, azt Az első farmon, Silver city Ilyen élénk megmozdulással fogadták az álmukból felvett lakók, és rövidesen talpon volt a helység minden férfia. Nagy dolog volt ez. Itt van Wörz, a Denveri kopó, sugárzó arcok, reménység a tekintetekben. Szinte megsimogatják, amint körülötte tolonganak. Csak egy ember nézi végig elborult arccal. Kalton vagyok a serif, mondta nem valami nyájasan ez a hatalmas ősz férfi, olyan négyszögletesen kiszögelő fehér kacsaorral, mint a gipszből tette volna fel az arcára. A serifek önérzetét értetően megviselte, hogy elégtelen működésük miatt gyámság alá helyezi őket a felettes hatóság. Azonnal tovább lovagolok Kanti felé, mondta a fiú. Van üldözésre kész csapata? Az van, de szeretném a meghatalmazását látni, Mr. Ward. Tessék! Köszönöm! A serif visszaadta az írást. Csak dacból kérte, hiszen semmiféle ösztönen nem sukta, hogy ez az ember más is lehet, mint Varc. A lovamat lássák el. Megtörtént már, felelték többen is. Egy óra múlva indulok. Mi az első intézkedése? Készen állni az emberekkel. Én először megpróbálok magam holdvilág teddi nyomára akadni. Zúgást támadt. A serif, mintha elfojtana egy mosolyt. Teljesen egyedül fogom követni, és megverekszem vele. A többi azután már könnyű lesz. A serif szkeptikus arcátéka nem tévesztett meg senkit. Lelkes hangulatba jöttek. Ez igen. Maga a mi emberük varc, hitemre mondom, kiáltotta egy vén nyugati ember. Pen csodálkozva nézte a felderül biztató arcokat, csillogó szemeket. Mi ez? Nem sokat foglalkozott még érzelmekkel, azt is tudta, hogy ez a fogadtatás elsősorban Varsznek szól. És mégis. Különös lehangoltság fogta el. Szerette volna, ha ő lehetne ilyen nagyszerű. Úgy gondolta, jó lenne, ha ez igaz volna. Ki tud útba igazítást adni? Hobbs! Halló, hozzátok Habszt! Egy felkötött, bepójátkarú karú embert vezettek elé. Az arcát tapasszal ragasztották át. Beszélj! Ez Varsz! Mit beszéljek? mondta Mogorban. És ha százszor volt, az ördög ellen csak annyit ér, mint a sertés puska a szürkes farkassal szemközt. Hol sebesült meg? kérdezte keményen Wertz. Vagy hat mérföldnyire a vörös ároknál. Egyszer csak kilépett a fák közül, revolverrel a kezében, és azt mondta, hogy nyugalom. Ez a szava járása, pólintott a farmer. Nálam sok pénz volt, ezt tudhatta és egyszerre eltette a pisztolyt. Nem kell ilyen magához, Hobbs, mondta. Ne okoskodjék, ide a pénzt. És én úgy éreztem, most van remény, és sarkant jutottam a lónak. Az ember nem értheti, hogyan lehetséges, de megragadott a karomnál, pedig úgy láttam messze áll. A ló elugrott, és engemet valami félelmetes forgószél, mert ilyesmi izomtól nem telik, jó magasan eldobott az út másik oldalára. A vállam az arcom oda lett. És amíg ájultam, feküdtem, kirabolt. Később, amikor feleszméltem, ott állt a Kihozta Ki hozta ide? Holdvilág Teddy. Kikötözte be? Holdvilág Teddy. Ki hozta be a vörös szakadéktól? Holdvilág Teddy. Micsoda? Itt járt? kérdezte ámoltan a mexikói suhanc. A sebes úgy higgadtan felelt. Öt perc előtt, amikor értem jöttek, még a szobámba szivarozott. – Megbolondult? – Így van. Visszahozta a pénz egy részét, hogy a bírókozáshoz elegendő legényt fogadhassak. Merre ment? A sebesült újra vállat vont. Nem ment el. Azt mondta, ha beszéltem Wordsz-el, jöjjek vissza. Megvár. Egy másodpercig elképetten álltak. Aztán Words nyomába zúdult mind. Miféle beszélgetésre várt? kérdezte futtában Serip tól a rablott pénzből visszadott 1800 dollárt kölcsön. Jövő hónap negyedikére le kell tennem az ő nevére, takarékba ezt az összeget, és ő megmondja, hogy mikor hozzam el neki. És leteszed a pénzt? Na, micsoda beszéd? Van, aki nem tenni? A tornácon egy néger szolga üldögélt egy fordított nagyobb fajta üstön. Fel sem állt, amikor odaértek a megvilált lakosok és a ragyogó szemű elszánt pen. Mr. Holdvilág üdvözli az urakat, azt üzeni, hogy majd máskor eljön beszélgetni. Ma nem volt ideje. Azonnal utána megyek, kiáltotta a fiú hangosan, és a négerhez fordult. Merre lovagolt? Jobb felé, válaszolta a néger. Pen parancsolóan rá kiáltott. Habozás nélkül azonnal mutasd, hogy merre. A fekete inas ívet írt le a karjával, riadtan sebesen. Könnyen megfoghatnátok holdvilág Teddit, mondta Pen. Ha akadna itt egy olyan, aki megoldja a rejtét, hogy miért mutat egy néger balt a kezével, amikor azt mondja, hogy jobb felé mutat. Szájtátva álltak. Ez mi? A néger csak ugyan ellenkező irányba mutatott. Ha erre megtaláljátok a választ, szitává lőhetitek holdvilág Teddit. És lóra kapott. Hová nyargal? Megyek utána. Ha mégis előbb találkoznának vele, mint én, hát tiszteltetem. És elvágtatott. De mintha a visszafolytott nevetés az ördögi lappangó gúny alig elfolytható kitörése rezzenne egy-egy vonásain, amíg lóra szállt. Narrow könnyet trappolása sebesen elenyészett a távolban. – Ki érti ezt? – mondta dühösen a serif. – A csodába, ez furcsa volt aztán. Csodálkozva fordultak lassan az ellenyésző lúdobogás irányába. A szájukat tátották. Arra eszméltek csak fel, hogy egy kellemesen zengő, udvarias, de határozott hang szólalt meg mögöttük a tornácon. Senki nem mozdul. A néger lecsatolja az öveket, és a földre ejti valamennyit. És amikor egyik-másik vágy gyanúsan megrezdült, atyai szelítséggel ezt mondta. Nyugalom! Erre nem moccan többé senki, és a halál hűvös szorongása bizsergett át a szívükön. Tudják, hogy holdvilág Teddy áll mögöttük. Meg sem kísérelték az üldözését. Abban a pillanatban, amikor a néger révetek keze bal felé intett, és azt mondta, hogy a rabló jobb felé vágtatott, Ben tudta, hogy valaki ott guggol mögött a tornás sarkában, és egy pisztolyt nyom a néger bordái közé, miközben azt sugtak, mondd, hogy jobb felé. A néger mondja, de már mutatni nem tudta. A néger lelki világ a gyerekes makadsággal ellenkezik a kétféle irány helyes megkülönböztetésétől. Ezért kiáltott rá a mexikói suhanc, hogy habozás nélkül mutasd az irányt. A néger engedelmeskedett, ahogy tudott. Miért nem leplezte le a mexikói suhanc holdvilág teddit? Egyszerűen azért, mert a sebesült elbeszélése megváltoztatta elhatározását. Ben azt hitte, hogy minden rabló patkány kegyetlen orgyilkos. De ez bekötözte az áldozatát, elfogta a lovát és a sérült embert hazaszállította. Ez csak ugyan más, mint a húsos farkas. Szívesen megverekedett volna vele, de itt arról volt szó, hogy kiszolgáltassa a túlerőnek holdvilág Teddit, akivel semmi dolga, aki férfi módjára harcol, és a nyugat iratlan, de nagyon is pontosan meghatározott törvényei szerint bánik a lefegyverzett tehetetlen ellenféllel. Nem az ő dolga elfogni az ilyet. Elég kétséges, hogy fényes nappal, mert közben reggel lett, elmenekülhet -e az üst mögül a helység közepén a Hobbs Farmról. Szélsebesen vágtatott. Szerette volna már elérni a gázlót. Délre benyargalt Glover -be. Kis, szegényes telefon volt ez, vályogviskókkal, nyomokba sínylődő trapperekkel. Ezek a kizsákmányolt folyócska hódjaiból alig, hogy tengődtek. Sok gyerek, megviselt asszonyok, borús ábrázattal lődörgő férfiak. A lakosság. Merre van a serif? Kérdezte egy sárga bajuszú csapda állítótól. Ez köpött a pipája mellől. A fene tudja. Talán beállt a hegyek közé csősznek. A maguk serifje? A mi serifünk. Miért nincs itt? Elunja az ember, a sokat verik és türelemmel mert alig akartunk felhagyni ezzel a testgyakorlással. És megint köpött. A vállán néhány ósdi hópcsapda üzörgött. Szóval elkergették a serifet? Alaposan. A sörki még egy lámpagyújtó rúddal is fejbe verte. Ide figyeljen, én Wörz vagyok. Az a Demberi kopó? kérdezte közömbösen. Jó mesterség. Nekem egy nagybátyám Viscontingban vámőr volt, de már elhunyt. A városi szolgálat is veszélyes, de jól fizetik. És felrántotta vállal a csapdákat. Ezekben itt nem sok lelkesedés volt a Denveri kopó iránt. Azért jöttem, hogy rend legyen. Én Fred Kingsley vagyok, a hódkapitány. Szerintem itt most már rend van. Mi történt magukkal? A holdvilág nevű hóhír itt járt tegnap előtt éjjel. Lelőtte az öcsémet, a feleségét, meg egy 15 éves fiú. Mire kijöttünk a kunyhongból, egy évi gyűjtés, 200 hótbőr eltűnt és kigyulladt a tele. Azt a vihar eloltotta. Hát most már rend lesz, uram, mert amivel belfagy a folyó, addigra éhen hal minden ember itt. Ajánlom magam. Ezzel a sárga bajuszú görbe koponyájú pókhasú Kingsley Fred, más néven a hótkapitány, elballagott. Ben sokáig nézte szótlanul a kis folyót. Hát, mégis patkány. Ilyen istenverte verte helyekre jön rabolni, asszonyt és gyereketől. Santa Madonna. És ezt a szörnyetegető futni hagyta. Mégis csak férgek ezek, szegények rablói, orgyilkosok. Nekivágott ismét sebes vágtatással, hogy elérje a gázlót és maga mögött tudja ezt a vidéket. Szakadatlan ügetéssel igyekezett a völgy felé, és egy óra múlva elérte a Split River-t, ahol Arizona felé vezet egy összegubancolódott növényzettel benőtt vízmosásos, mélyárok. Ez itt igazi vadnyugat volt. Ijesztően dús, szertelen, sűrű vegetáció, pompás hegyek és festői völgyek, amelyek még mindig nem sebződtek kockásra az ekevastól. Hirtelen halk, figyelmeztető horkanás hallatszott. Mi az, naro? kérdezte suttogva, és a ló fölé hajolt. Narrow egyre lassabban emelgette a lábait, mintha nem akarózna tovább menni. Okos finom állat volt. Mozgékony karcsutörzse miatt hívta a fiú úgy, hogy De Narrow. A keskeny. Az árokkal szemben völtszerűen kitágult a dombos vidék alja, és most pen is észrevette, ami a lovat nyugtalanította. Mozgópontok pontok közeledtek nyugat felől. Ezek is az elágazó út felé tartanak. Leugrott az állatról, és száron vezette tovább. A vízmosás magas partjai között búrjánző növényzet így elfette. Kisé előrehajolva haladt a bokrok mögött fedezve magát. Két jardal odébb, ahol a zárok a völgybe torkollott, kereszteznie kellett a közeledő kutyát. De mielőtt kiért volna ide, behúzódott Narrow-val együtt a sűrűbe, és várt. A négy lovas gyorsan közeledett. Az egyik közülük még félig gyermeknek látszott csinos arcú, 17 év körüli cowboy fiú lehet. Ahogy a tisztásra értek, hogy elkanyarodjanak a hegyek felé vezető útra, mintha a földből ugrott volna elő, egy lovas tűnt fel valahonnan, kezében pisztolyjal. Nyugalom! Csak ennyit mondott félhangosan. Kicsit talán szeliden is, ami elég meglepően és szokatlanul hangzott. A négy utas hökkenten állva maradt. Holdvilág Teddy volt. Micsoda teljesítmény! gondolta ámultam pán. Megelőzte őt Silver City óta, ahol a rézsüst mögött kuporgott még reggel. Szálljanak le a lovakról, folytatta szinte hízelgő No, ne gondolkozzanak, kérem, én holdvilág teddi vagyok. A retteget név talán még szuggesztívebb volt a fegyvernél. A három utas aránylag nyugodtan szállt a nyerekből, csak a negyediknek akadt be a lába a kengyelbe. Az ilyet fiú azt hitte, hogy a félelmetes ember már is lelövi, és sikoltozni kezdett, amitől a ló ilyettében körbefordult. De holdvilág Teddy felfogta a helyzetet, és nevetve, megnyugtatóan mondta. Ne húzza a szárat, és tartsa ki a sarkait. Úgy. Amikor a fiú is lent volt a lóról, az egyik széles vállú őszbajuszú idegen odaszólt a rablóhoz. Mit akart, Teddy? Nem ismer engem? Ki ne ismerni erre felé Logan ezredest? felelte udvariasan. Ismerem a másik gép gentleman is, Mr. David, aki Nevada a legnagyobb bankját alapította, és Mr. Harry Traveller, a kormányzó titkára. Aztán mosolyogva a fiatal cowboy felé fordult. És természetesen ön szintén felismertem, Miss Logan, hiszen a köztiszteletben álló kapitány lánya. Egy társaságbeli gavallér sem beszélhetett volna simább közvetlenebb budvariassággal. A e mosolygó, lágyhangú gentleman lenne a híres rabló. Olyan tiszta az öltözéke, mintha egy operetben alakítana a szerelmes nyugati hős szerepet. Ha nem tudná, hogy milyen lovas csodát kellett teljesítenie reggel óta, azt hinné, hogy egy közeli tanyáról jön. Bőrcsukló védőjén ezüsszegek, kockás ingének sima, új szövésén megcsilen a fény, Indián rojtós elálló része. A Legends olyan, mintha tegnap vásárolta volna az öltözetet valamelyik áruházban. Nincs egy porszem rajta. Piros sejem nyakkendője, nagy, szürke szombrérója, élénk Finom, szinte előkelő. Komoly, okos arca, őszülő halántéka, magas homloka, finom összhangban állnak egymással. Rokon szenves nyugati gentleman. És mégis. Ez a klasszikus sasor, az energikus száj, a kemény, szürkés, sötét, nagy, nyugodt szemek, parancsolóak és félelmetesek. Egy kétújnyi ezüstsáv fényes, fekete dús hajában feltűnően kiválik. Barna sima bőrén néhány ránc vonul a szemes arkából, és a hangja kellemes, mély színezetű bariton. Mit kívánt eddig? kérdezte nyugodtan az ezredes. Elsősorban jó estét és baljával meglengette a szombréróját. Aztán, mielőtt erről a vidékről eltávoznék, egy millió dollárt. Pontosan és kereken ennyit. De ne tárgyaljunk tovább. A nagy körvadászat unalmasá teszi a vidéket. És földszer sem akarok összekapni. Annyi szép emberséges legendát hallottam róla, hogy semmi kedvem hozzá lelőni. Talán nem is sikerülne. Nevetett. Nyugodt, kellemes hangsúlya. Na, ma volt hozzá szerencsém. Nyugalom. Nem szeretnék drámába részt venni. Ma reggel találkoztam vele Silver City-ben. Mi? Látta magát? Nem, de én láttam őt. Sok esze van, az biztos. És nagy eszű fiú. De okom van hinni, hogy küzdeni nem szeretne velem. Ebben téved? jegyezte meg Traveler. A rabló gondolkodott. Lehet, mondta aztán. Hm. Púcs ember, nem árulja el, hogy szándékosan elkerültem a találkozást. Ez férfias viselkedés, mert neki igazolás lenne. Börsznek kellemetlen, ha elárulná. De miért az ilyen ember asszonyokat? A Denveri kopó majd megfelel magáért, ha itt lesz, mondta Traveller. Ez nem tartozik ránk. Rövidesen itt lesz. Én csak igen ritkán tévedek. Futólagos becslészem szerint fél nappal jár mögöttem a lova. Abban valószínűleg téved, amikor a Denveri kopót esély nélküli ellenfélnek hiszi, szólt közbe hívják gunnyal mert az ezredes nem ismerte a félelmet. Ez majd elválik. Silver City-be felajánlottam az embereknek, hogy kezeskedem a vörny nyugalmáért, ha átengedik a rablókat Kalifornia felé. Ehhez nincs joguk. Nem is tették. Most már nem kérek ilyesmit. Majd közvetít Varc, akit igyekszem elfogni. Ebbe esetleg beletörik a bicskája. Gondolja? Felelte gúnyosan holdvilág Teddy, és nevetett, de szemébe fényt vetett a sértett híjuság. Még csalódnék a híres denveli kopóba. Kilátta ezt a választ? Hőstetteit valahol a távoli Wyomingban követte el. Ne erről beszéljünk. Hogy képzeli az ostobaságot azzal az egymillió dollárral, Teddy? Én most magammal viszem a lányát, Logan. Nyugalom! kiáltotta, amikor a férfiak keze megrezdült. Miss Logannek nem esik bántódása. Ha én elvittem az utolsó, egyben legtekintélyesebb zsákmányt, mielőtt más tájra megyek, ön visszakapja a lányát. Holdvilág, világ, Teddy. Maga sohasem volt zsaroló. Igaza van. Csak a maguk kedvéért határoztam most azt, hogy harc nélkül viszem magammal a lányát, de természetesen készsége rendelkezésükre állok, mondotta mosolyogva. Akartán valaki megverekedni velem, mielőtt kiadják mi szlogent? Igen, felelte habozás nélkül az ezredes. A lány ilyetten felkiáltott, és az ezredes elé lépett. A bandita mosolygott. Ön egyedül, Captain Logan. Ó, oh, ez kicsit túl könnyű játék lenne. Mondjuk ketten. Ön és az ügyvéd, aki szintén kitűnő harcos. Hogy érti ezt? Amint tiszti szavát adja, hogy betartják a párbaj feltételeit, én elteszem a pisztolyomat. A kormányzó úr titkára hármat tapsol, mi hát találunk egymásnak, de a harmadik tapsra fordulunk és lövünk. Zunc! Nem mondják rólam, hogy holdvilág Teddi zsaroló, aki egyetlen esélyt sem adasakban tartott ellenfelének. Ketten egy ellen? Ha az az egyén vagyok, akkor esetleg kevés. Az ördögbe is, kiáltotta a kapitány. Egy amerikai katona sohasem fog ilyen feltételek mellett verekedni. Inkább harc nélkül kiszolgáltatja Miss Logan-t. Megjegyzem, hogy én is ezt tartom helyesnek, mondta a rabló. Úgy sincs esélyük. Ez hatott. Meg kell verekedni, Logan, kiáltott Dravy. A lányért mindenféle más szempontot félre kell tennünk. Jól van, bólintott az eződes. Miután a lányomról van szó, beleegyezek. Logan ezredes, mondta a rabló. Ha az ellenfelét, legyen az akár egy bandita, mint én, párbaj közben orv támadás érni, erről sok szó esne a társaságokban. Nyugodt lehet, Teddy, tisztességes harc lesz. A rabló oda ment Revelhez és a lányhoz. Adják ide a pisztolyukat. Engedelmeskedtek. Most csak az ezredesnél és az ügyvédnél volt fegyver. Kezdjük, és te, Traveler, számoljon húszik hangosan. Addig ellenkező irányban távolodunk. Húsznál megállás, három taps után fordulunk, és lőhetnek. Ketten? Egyszerre? Igen. Miféle esélye van magának? Az, hogy legyőzhetetlen vagyok. Pán képtelen volt rá, hogy közbelépjem. Úgy érezte, a rabót mentené meg, aki őrült, és valamilyen okból a vesztéber van. Rajta! Trevor számolt. Az ügyvéd és az ő szlogan, vagy ötven lépést mentek, ugyanennyit a rabló is megtett ellenkező irányba. Ami azután történt, olyan volt, mint valami zavaros, hirtelen felmerült áramtöredék. Víziók. Még évek múltán is sokféleképpen mesélték, és senki sem ugyanúgy. Hogy voltak éppen mi volt, azt nem értették a szemtanúk. Az ellenfelek megálltak. A lány rémült szemmel kerekre ajkakkal kuporgott egy fa alatt, és szájába préselte az egyik öklét. A kormányzó titkára Trevor tapsolt. Egy, kettő, három! Logan és Davy egyszerre fordultak meg, revolverükhöz kaptak. De holdvilág Teddy egy idő alatt nem csak megfordult, hanem két revolverét előkapta, és már lőtt is. Egyszerre két pisztolyjal. Káprázatos gyorsaság volt ez. Az ellenfelei épp hogy pisztolyaikhoz érhettek, az ezredes koltja kisé a tartón kívül volt már, amikor két tűzsáv villant a bandit fegyveréből. De csak egy durranás hallatszott. Az ezredes kiejtette a pisztolyt, és a karja ernyetten bénán fityegett az oldala mellett. Davy a földre zuhant. Döbben csend. Megölte? kérdezte az rekedten az ezredes. Nem, pontosan a jobb vállán találtam el, mint ön. Sajnálnám, hogy a golyó érintette volna a tüdőt. Lilian az apját öleli ilyetten. Megsebesültél? Jelentéktelen. De szegény Dévi... Traveller az ájult mellett térdelt. Kigombolta az ingét. Erősen vérzik. A lány most idegesen felnézett. A rabló tekintete az arcán nyugodott. Nem volt ez félelmetes. Inkább kicsi kíváncsi és bíztató. Talán vidám is. Egy pillanatig mindenről elfeledkezve nézte hold világ Mint valami borzalmasan szép fenevadat, amely azonban vonzó és érdekes. A bandita elvette az ezredes revolverét, aztán a sebesült fölé hajolt. Sajnos, mondta mint egy mentegetőzve, a lövés néhány milliméterrel lejjebb tévedt, súrolta a tüdőt. Remélem csak kissé. Dévi magához tért és felnyitotta a szemét. Pillantása először a banditára tévedt, aki éppen lóra ült. Maga az ördög, Teddy, mondta inkább csodálattal, mint dühösen. A rabló mosolyogba bólintott. Ez bók önöktől, Mr. Davy. És most, Captain, kintelen leszek ragaszkodni ahhoz, hogy mi szlogen kövessen? Ilyet csend. Az ezredes egy lépést tett, de a rabló komolyan és félelmetes határozottsággal mondta. Nyugalom! Kérem, Miss Logan, üljön föl a lobára és... A törvény nevében! Meglepettem fordultak a hang felé. Egy gyerekképű csendbiztos állt a vízmosás kivezető végében, és revolvert fogott a rablóra. Holdvilág, Teddy, letartóztatom. Én Warts csendbiztos vagyok. Harmadik fejezet Logan és Traveller örömükben felkiáltottak. – Fel a kezeket, Teddy! – mondta Pam, amikor a bandita egy futó mozdulatot tett. – Nincs esélye rá, hogy becsapjon! Lilian tágra nyílt szemekkel nézett egyikről a másikra. A félig gyermek csendbiztos és az őszülő gentleman rabló furcsán hatottak egymással szembe. A bandita továbbra is nyugodtan mosolygott, de tekeny enyhén az orcimpáig. Szóval ön az. Hm. Ha azt mondanám, örülök, hogy megismertem, nem hinné el. Letehetem a kezem? Nyugalom. Felelte gúnyosan idézve holdvilág Teddy szavait. Előbb Mr. Traveller oda megy, és elveszi a másik pisztolyát a nyerekkápából. A bandita elsápadt. Maga nem gyengébb a hírénél, Watts? Csak azt nem értem, hogy miért viseljen kilétére nagy taréjű mexikói sarkantyút és korbácsot is a csuklójára szíjazva. A négy szem másodpercekig egymásnak feszült, mozdulatlanul. Aztán Penn nyugodtan felelt. Mexikói áruhában üldöztem valakit legutóbb, és megszoktam így. Ismét néztek. A két tekintet úgy tapadt egymáshoz, mintha párbajoznának. Mit tud a korbács és sarkancsú révén megállapítani? Ezt vizsgálta a fiú. Mit gondol most ez a fiú, és miért nézi így? Ezt kutatta a másik. A két ló nyugtalanul kapált, a két férfi felmérte egymást hűvösen, kíváncsian. Két szabad kóborló férfi, akik nem látják a jövőt, de megérzik. Akik tudják, hogy ez a találkozás nem véletlen. Születésük pillanatától ezzel a célral kanyargott mindenfelé az útjuk, hogy itt hirtelen összetorkoljon. És most beteljesedik, ami meg van írva. Ez a találkozás az élet nagy jelentőségű eseményei közé tartozik. Sorsuk magvába volt még, amikor elvetették. Mindegyik tudta jól, az ott szemben a végzete, ez biztos. Egy-egy hideg szempár olyan félelmetes, nyugodt pontossággal készít pillanatfelvételeket a másikról, hogy évek múlva is emlékeznek majd egy-egy apró részletre. De évek múlva már régen kialudt a két szempár valamelyike. És ez rövidesen eldől. Talán most, pillanatokon belül. Milyen szép pályát futott be a korához képest, mondja a rabló. A fiú megdöbben. Milyen gyorsan tanul a korához képest, Pen és holdvilág teddy szemöldöke mélyre vonódik. A szó párbaj eredménye egy-egy. Te fiatal vagy ahhoz, hogy varc légy, ezt jelentette a rabló mondata. Te rólad látom, hogy nem születtél a nyugaton. Gyorsan tanul, aki felnőtt korában messziről jött ide, és mégis ilyen csodás harcos lett. Szerencsés fogás, Wardz. A nagy ellenfelét küzdelem nélkül kézre kerítette. Ez sajnálom, hol világ teddi, de nem nagyon. Az olyan embert, aki trapperként kifoszt asszonyt és gyereketől, a bandita felhorkadt. Ostobaság! Tömpe Bill és Ames Big Girl tették. Még megfizetnek érte. Hobbs még ma 800 dollárt visszaholt a kapitánynak. És ha ez nem igaz? Én sohasem hazudok, és különben sem érdekel, hogy hisze vagy sem. Ben érzi, hogy hiszi, amit hallott. Holdvilág Teddy nem patkány, férfi. Ismét azt gondolja, hogy nem őrá tartozik az elfogása. Mit tegyem? Beszállítjuk köntéveibe, mondta egyszerre nyugodtan, és lóra ül. Holdvilág gonyosan felhúzza a szemöldökét. Hát, mégiscsak győzött várc. Az ördög bújt belé, vagy mi? Narró egyszerre felágaskodott. pen elejtette a pisztolyát, és meglepetten felkiált, míg a ló körbe perdül hátsó patáin. Ez mindössze két másodperc egérutat jelent Holdvilág Teddynek, de nem mulasztja el. Fekete lóva, derbinyerteshez illő ugrással suhan át a bokrok felett, és olyan iramba veszi a dobhajlás fordulóját, eltűnt. Mire az erőrántott revolverek slavéja követi, már messze jár. Ezer ördög, kiáltja Logan. A fiú felkapja a fegyverét, és utána. Mm, nem érjel! el, mondta csüggetten Traveller. Ennyi előny épp elég holdvilág Teddinek. Csak ugyan visszatért nem sokára üres kézzel. Megugrott, mondta. Nem indulok hosszabb üldözésre, amíg Miss Logan nincs biztonságban. Holdvilág Teddy sebesen vágtatott a hegyek felé. Az iramló terep szikrázva csattogott alatta, és nem értette az egészet. Véletlenül világosan látta, hogy a csend biztos szándékosan megdöfi sarkantyújával a lova végnyát. Attól ágaskodott fel az állat. Várc futni hagyta őt. Másodszor is már ezen a napon. Ez kétségtelen. De miért? Elindultak Kántivé felé. A kapitány gyerekben folytatta az utat, míg a súlyosabban sérült ügyvédet két ló között egy megerősített Pokrócon lépésben szállították. Ezért csak lassan haladtak előre. Örülök, hogy kezet szoríthatok önnel, Mr. Wertz, mondta a kapitány. Éppen jókor érkezett. Köszönöm, szólt szinte súgva, mintha szégyenkezne. Kentüvé és a völgy valamennyi telepese türelmetlenül várja magát, jegyezte meg Traveller. A hegyvidék rablói valósággal megbénítják az életet errefelé. Minden utas messzire elkerüli a vidéket. Tudom, felelte röviden is, gondolkozott valami. Mióta él ezen a tájon holdvilág, Teddy? kérdezte azután. Hat ösztendeje, hogy hallatott magáról először? Azóta másról nem beszélnek errefele. A hanyatlásnak induló régi nyugati rablóvilágot elevenítette fel egy másodvirágzásra. Nagy feladatot vállalt, amikor idejött, hogy az üldöző csapatokat vezesse, szólt közben Logan. Mindent megpróbálunk majd, felelte lélektelenül Pen. Nem tudott jól hazudni. Ez most kínos volt. A csend biztos ruhájában. A völgy valamennyi kiáróját és a hegységből vezető hágókat, folytatta Logan, megszállták az üdöző csapatok. Csak egy madár juthat ki elevenen innen. Vagy az, aki végig sétál a felhőösvény a szerpentinnyé, mondta gúnyosan Traveller. Ott ni, látja? A hegyeken át ugyanis Mexikóba juthat. Egy párákba vesző felhőktől csipkézett csúcs felé mutatott. Pán összehúzott szemmel nézett arra, de nem látott semmi különöset, csak a Rocky Mountain gigantikus láncát. A felhő ösvény szikláján keskeny szerpentén fut a csúcsra, magyarázta az ezredes. A sima gránitfal mentén egy fellépésnyi szikla perem kígyózik fel 2000 méter magasra. Azon senki emberfia nem megy végig. A fontos, hogy szabályos harcászati gonddal végezze az üldözést. Elővéddel és tartalékkal, mert ha kibújnak a emberek, akkor hosszú ideig nem állítja itt talpra ellenük a lakosságot. A mexikói suhanc hallgatott. Ő véletlenül tudta a rablók egyetlen kivezető útját. A gázlót, amely a Spont Water Grund túlsó partján a szép föld kijáróján túl kezdődik, és holdvilág Teddy útba van arra felé. Közben kisé megelőzte lován a többit. Egyszer csak felfigyelt, melléje rugatott Lilian. De nem szólt semmit. Egymásra néztek, mindketten halálsápatnak látszottak a holdfényben. Ez a fehér sugázás nagyon megszépítette a lányt. Furcsa, fájdalmas, szinte földön túli kifejezést adott a különben életvidám arcnak. – Először van nyugaton, Miss Logan? – kérdezte Pen. – Ez látszik? – Amikor a lova ágaskodott, elárulta, hogy újonc. A beszélgetés közben valahova semmiben nézett. Lilien kedvtelenül bólogatott. Tudom, hogy nevetséges lehetek erre felé, de hát New Yorkban neveltettek, iskolába jártam. A nyugat magányos völgyeit csak hírből ismertem. Inkább vidám társaságokat láttam naponta. Pen hallgatott. Milyen lehet New Yorkban az úgynevezett vidám társaság és környezete? Szebb, mint a mező, a hegy, a csend? A magas orsa, Mr. Wars, nem irigylésre mértó itt nyugaton. Szeretek magányosan élni. A fák, a hegyek, a folyók mind jó barátaim. És? Szerelmes nem volt még? Kérdezte, de már is megbánta. De bocsánat, tudom, hogy illetlenség volt ezt kérdezni. Nem tudom, mi a szerelem, felelte nyugodtan. Tizennégy éves korom óta harcolok. Ki ellen harcolhat egy tizennégy éves gyerek? A hideg, a vihar, az éjség és a fáradtság elég kemény ellenfelek. 16 éves koromban lőttem az első farkast. A hangja olyan volt, mint amikor ez is pénzt dobnak a kőre. Lilian most sem tudta, hogy félelm, kíváncsiság vagy rokon fűzi a fihoz. Esetleg mind a három? De mégis arra a másik őszes bajuszúra kellett gondolnia állandóan, aki azt mondta, nyugalom. A mexikói suhanc végre oldalt fordította a fejét, és a lány arcába nézett. Mintha is kis tekintete. Furcsa, merev mosó játszadozik a szája szélén, és pillantása végig sem a lányt. Maga nagyon szép, Miss Logan. Még sohasem láttam olyan szép lányt, mint ön. Nem érti, hogy Lilien mérpirul. Nem tudja, hogy keleten, a nagyvárosban az ilyen őszinte beszédre azt mondanak, igazi vadember. De a lánynak valami furcsa jó érzéssel melegíti a szívét az a nyersbók. És a fiú hűvös tekintete is most lágyabb fénynyel ragyog. Valami kifeszült közöttük. Fájdalmas, de lelkesítő érzés. Tudták jól, valami elkezdődött. És közöttük ott a harmadik, ebben a küzdelemben is egyenrangú. Holdvilág Teddy. Két szempár beszél egymáshoz szó nélkül, de hosszan. És egy harmadik szempár amelyik nincs jelen, sűrűn közbeszól. Már áll a harc. Halló! kiáltott előre Logan ezredes. Dévi nem bírja már tovább! A fiú megrántotta a szárat és bevárta a többieket. Csík prérim voltak, közvetlenül az ösvény mellett kanyargott a Split River ezüst színű vonala. Pihenjünk, mondta Logan. Dévi félrebeszél, se bláza van. A mexikói suhanc bólintott, leszállt a nyeregből és segített Liliennek. Tábort vertek a folyóparton, ahonnan messzire beláthatták a sík prérit. Dévi bajott gyulladásba jött, és az ezredesnek is láza volt. Előre nyargalok Kanti be mondta Penn, hogy jöjjenek magukért kocsival. A... Az a leghelyesebb, felelte Traveller, itt a síkságon nem lehet meglepni bennünket, ha jól nyitva tartjuk a szemünket. Mielőtt ismét nyerekbe szállt volna, könnyű lépések neszét hallotta a háta mögött. Mély lélegzetet vett. Jól tudta, hogy Lilian. Visszatér hozzánk ön is, Mr. Watts? kérdezte csendesen. A fiú megrázta a fejét. Nem. Miért is jönne vissza a meggyilkolt csendbiztos ruhájába? A span Water Ground gázlójánál ma még kiszabadulhat a gyűrűből Cantivé-től néhány mérföldre mindössze. Holnap már nem szabad az út arra felésem. és nincs menekvés, ha ez a gázló lezárul. Felkötik, hiszen a csendbiztos ruhájában van, akit megültek. Húsos farkas bűne őt terheli, örökre lemoshatatlanul. Miközben ezt gondolta, nagyon szorongatta valami a torkát. És miért nem tér vissza, kérdezte csendesen a lány. Nincs semmi dolgom itt, és, és sehol a világon. Az csillagokkal kivert sátor a teljes díszében sziporkázott fölöttük, és hűs hajnali áramlás simogatta az arcukat. Lilian a fiú szemét kereste. Ez a szem erőt adott. Ez a szem előzte azt a másik acélos színűt, amelyik állandóan megjelenik. De Penn másfelé nézett. Ha éppen akarnál, szólt a lány, lenne miért, vagy kiért visszajönni, erre sem felelt. Gyerekbe szállt és elvágtatott. Belülről elkeseredett szenvedély A mexikói olajsűrű vér lángot vetett. Szerelmes volt. Legalábbis ő azt hitte. Negyedik fejezet. Kantüvei olyasféle képet nyújtott ezen az éjszakán, mint egy város, amelyik ellenséges csapat ostromára készül. Kisebb csoportokba tárgyaltak, vitatkoztak a fegyveres emberek, és Karmik a Kovács már egészen részeg volt, ami nála igen ritkán fordul elő, akkor is csak rendkívüli izgalom esetén. Oda néz! Valaki a dombról levezető útra mutatott. A holdfényben világosan látszott egy szürke gombolyag gördülése. Porfelhő közeledik. Lovas ember? Ördög, ez nem lovas. Úgy jön, mint a tornádó. A szürke gömb sebes gördüléssel elérte Cantivate, és ott fosztott szét az egyik csoport előtt. A nagyvárosokban látható csendbiztosi ruha tűnt elő, belepve porral. A fel akarok beszélni, mondta a jövevény, miután leúrott a lóról. Csendbiztos, ez csak varc lehet. Az vagyok. Halló, megérkezett a Denveri kopó! Gyorsan szétvitték a hírt. Itt van Words. Kezdődik a nagy körvadászat. Ki mondja meg hát végre, hogy hol van a serif? Tudakolta Pent türelmetlenül. Ott a drótkerítéses háza főtéren. Abban lakik. Utat! Minden ember gyülekezzen itt tíz percen belül. Elindult a lovát száron vezetve. Azért gyűjtötte az embereket egy helyre, hogy nyugodtan észrevétlenül keleket olthasson majd, ha értesítette a serifet. A sebesült ezredes és a társai déli irányba táboroznak, míg neki éjszakra kell menni Kantivétől, hogy a Spand Grund gázlójához jusson. Talán, ha sejti, hogy milyen drámai gyorsasággal sodorják tovább a harcok és végzetes események, akkor nem indul olyan egy kedvően a serif háza felé. Újabb és újabb kíváncsi lakosok jöttek szembe, mind a híres csendbiztossal akartak beszélni. Hol az ördögbe késett varc? Végezni kell a gazokkal, mert elpusztul a vidék. Panasz és düki áltások röpködtek a mexikói suhanc körül. Minden ember siessen a főtére, ha seriffel tanácskoztam, indulunk, kiáltotta a szembejövőknek. Éljen, Varc! Éljen! Tovább vezette lépésben a lovát. Mindenki a városka központjába gyűlt össze. A bandukoló fiú körül csend lett. Kis és szomorúan vezette a lovát az éjszakai utcán Burns sheriff háza felé. Jó lett volna, ha igazán őt fogadták volna ilyen lelkesen, mint ezt a Wurst, akivel összecseréli. A sok panasz és elkeseredés magával rántotta. Szívesen ment volna a rabló hordák ellen ezekkel a derék emberekkel akkor Lilian sem állhatna új reménytelen helyzetben. Itt lett volna a helye a tisztességes társadalomban, ez bizonyos. De már elkésett. Még jó, ha hajnalra a gázlóhoz ér és kiszabadul a csapdából. Burns ház előtt megkötötte a lovat és bement. Senki sem volt az udvaron. A tornázról hangokat hallott. A serifnek vendége volt. Biztos maga ebben, Starlings? kérdezte Burns, akit rossz sorsa éppen idehozott a rendés igazságőrének. Mondom, Mr. Burns, hogy ezért bocsátott szabadon a húsos farkas, pedig bizonyára váltságdíjat akart kicsikarni értem. Nagyon valószínűtlen história. Szó szerint ezt mondta a húsos farkas. Elmehet, Stellings, csak azért bocsájtom szabadon, hogy Kantivébe nyargajon, és közölje Bönn fel a valóságot. Vas csendbiztos lelőtte egy mexikói fiú, aki Don Chávez perényának mondja magát. Felvette Vars egyenruháját, abba szökik, hogy átsúszon az üldözők gyűrűjét. Idáig hallgatózott Ben, aztán előre lépett. Börnseri csodálkozva látta, hogy a szembe álló ember fején koppan valami, és előre zuhan. Mielőtt érthette volna, hogy mi történt, ott állt előtte az ifjú csendbiztos biztos pisztolyjal a kezében. Egy hangot se, forduljon meg, tegye hátra a kezét! Itt ostobaság lett volna bármit megkísérelni. Az álcsend biztos pillanatok alatt összekötözte a serifet és az ájút ember. Így. Remélem a ház népe alszik. Nem szívesen oltanék ki ember életet. Ki maga. Egy mexikói fiú, aki azért nem lett rabló, mert a húsos fazék orvult lelőtte be arct. Mi? Én vagyok az, akiről Mr. Sterlings beszélt. Rabló akartam lenni, a Colorado vidékéről jöttem. Üldöztek. Miért? kérdezte a serif kutatóan, mintha nem is ő feküdne itt megkötözve, hanem a másik lenne fogoly. Oda hát, Mexikóba megöltem egy embert, aki tönkretette az apámat. Szemtől szembe verekedtünk. Aztán átjöttem az államokba. És rabló lett? Nem. Azt akartam, de meggundorodtam tőle. Épp azért, mert húsos farkas megölte Vars. Elhiszi, serif? Nem. Gondoltam, pedig így van. A húsos farkas lőtte le verc, A kalapjából rántotta elő a pisztolyát. Miért nekem mondja ezt? A bíró előtt bebizonyíthatja az igazat, ha igaz volt. Nincs bizonyítékom. Ha becsületes ember, akkor miért tűrt a gyilkosságot? Későn érkeztem. Sterlings magához tért. Halkan felkiáltott. Maradjon csendbe, mondta a serít. Nem tehetünk semmit. A másik lassan, dühös gúnyjal tisztába jött a helyzettel. Hát, <laughs> idáig jutottunk, Burst. A rablók way közepén a serif házában leütik az embert. Ostobaság a sötétben New York kellős közepén is fejbevághatják. Sterlingsk keserűen mondta. Nem mindig volt ez így, serif. Tudom, felelte nyugodtan Burst. Engem hibáztat. Mit csinálják? Ezen az emberen a csodálatos varc egyenruhája van, és a csend biztos halott. Amint látja, nálam külön serifekkel is elbánnak. Az ördögbe is, még sincs így jól. Hát kérjenek új csoda serifet a kormányzótól. Felelte dühösen a sokszorosan megalázott közeg. De erőt vett magán, és a suhanchoz fordult. Mit akar itt most? Azt gondolja, hogy elhiszem, amit mond? Különösen miután összekötözött? fenn egykedvűen vállatva. Elhiszi vagy sem, oly mindegy. Én hajnalban már messze leszek. Azt akartam, hogy hallja valaki az igazat. Bönsz összehúzott szemmel figyelte a fiút. Szóval csak ezért jött? Nem, másért is. Rabló támadás történt. Sterling ismét gúnyosan nevetett. <laughs> Még jó, hogy van egy gyilkos, aki megfigyeli az ilyesmit. Pokolba az ostoba tréfáival, kiáltotta Burst. Logan ezredest, a lányát és a társaságukat megtámadták, mondta a mexikói suhanc. A serif halkan felkiáltott, de Sterlings csak gúnyosan nevetett. Ha csodálkozik Burst! Itt fényes nappal a város közepén is öltek már. Hallgasson, sziszegte a serif. Ki volt a támadó? Holdvilág Teddy. Mi? Én közbe léptem ruhájában, és Holdvilág Teddy elmenekült. De Logan Ezredes és Mr. Davy megsebesültek. – Micsoda? – Azt akarja mondani, hogy maga elől? – Ez nem fontos, legyintetben. A sebesültekkel törődjék. – Hol vannak? – A Split River mentén három mélt fölnyire. Várják, hogy segítőcsapatot küldjenek, és csá! – sukta hirtelen. Nem is látták, hogyan vagy honnan került elő, és már ismét kezébe volt a revolvere. Lépések közeledtek. – Várc! – hallatszott kintről. – Hej, Várc! – nyugodtan felelt. – Mi van? – Várunk rád! – A serif felbeszélek! – felelte, és Börsznek egy hűvös karika tapadta halántékára. – Szóljon valamit gyorsan! – sugta Pen. A serif öblös hangon kiáltott. Jön már, Wörth, váljatok türelemmel a mindenségit! Lépések közeledtek. Az éles karika tapadása erősbödött. Bősz nyugodtan leszólt. Most ne gyertek ide, tanácskozunk! Jó van, de siessenek! A lépések ismét távolodtak. Sterlings keserű, dühös gunnyal mondta. Ha, igazán nem sokra mennek Kentivében egy rabló, ha maga nem volna itt, Börsz. Pókolba ezzel az ostoba fecsegéssel, horkant fel a serif, és dühében egészen kipirult. Torkig vagyok magával, Stalings. Tönkre megyünk a rablók miatt. Hallgassanak, szólt nyugodtan ben. A serif ismét a fiúhoz fordult. Tehát azért jött, hogy figyelmeztessen engem Loganra. De közben hallottam, hogy Mr. Stellings leleplezett, így kénytelen leszek magam intézkedni, mint Warts, hogy elhozzák az ezredeséket, mert maguk bizonyára elárulnának. A serif ismét kutató pillantással nézte a fiút. Szamaritánus rablónak akar mutatkozni? Nem sokat törődöm a véleményükkel, felelte vállat vonva, és Stellinghez fordult. Önnek mindegy, hogy rabló öli meg rablót, csak pusztuljanak a környékről. Azt hiszem, így van, nem? De mennyire? Arra hiába várok, hogy egy serif pusztítsa őket. A serif összeszorított foggal, lángvörös arccal hallgatott. Ben rövid gondolkodás után megkérdezte. A husos farkas fogságában volt? Igen, mondta Sterling. A hócikla felé vezető úton elfogtak. Megkerülik az éjjel Way-t, és nyugat felé mennek. Hallottam, amikor beszéltek erről. A szép bölgybe akarnak jutni. Köszönöm. Kénytelen leszek betömni a szájukat és itt hagyni mindkettőjüket. Ha visszatér a csapat, Logenékkel kiszabadulnak, és nekem is elég reggelig az idő, hogy egérutat nyerjek. Azt ugyan próbálhatja, minden ösvényt megszálltak az üldözők, és a hágókon már leesett a hó. Van még egy rész, serif, elhiheti. Hó. Nem vagyok áruló, de jó lesz a hónap, gondol erre. A környék lakosságát megkímélheti, hogy sok felesleges lovaglással fárasszák magukat. Közben elkészült. Ott hagyta a két embert megkötözve, miután előzőleg betömte a szájukat. Most már bizonyos, hogy mint Worlds, csend biztos eléri a Spandwater Water mielőtt a bezárul a kör. És nem látja többi a tiszta szemű lányt, aki olyan szép, furcsa és szelít. Sietett, hogy gyorsan kint legyen a serif házából, és általában a nyugatnak erről a különös vérszakú vidékéről. Mi tudta ő, hogy kár sietni? Úgy is hiába készül erre vagy arra, ha egyszer az események más, szeszélyesebb és bolondosabb irányt szabnak az életének. Ismét ott állt a főtére. Már messziről látta, hogy rendkívüli izgalomban, türelmetlenül, mozgolódva, zajongva várakozik a nagyszámú fegyveres kovból. Ott jön! Játotta most valaki a sötétből kibontakozó alakra. Halló, worc, gyorsabban! Úgy látszik, valami történt közben. Neki rúgatott a lóval, és ott termett az ajongók között. Mi van? Csak hogy látom, lihegte egy ember talpit porosan, és vértől ázott zsebkendőt szorított a fejére. Mr. Traveller! Hol vannak a többiek? Alig, hogy maga elment Words, lecsapott ránk, hold világ tenni. Olyan hirtelen történt. Vad ijegység markolt a fiú szívébe. Mi Logan? A kérdő kiáltás úgy csattant fel, mint valami ostorcsapás. Elrabolta! Megdermett a nyeregben. Olyan mozdulatlan volt egy másodpercig, hogy élettelen bábnak tűnt. De csak egy másodpercig. Emberek! kiáltotta nyomban. A Span Walter Grundon van egy titkos gázló, amit csak a rablók ismernek, és szabad az útjuk Mexikó felé. Ezzel elvágta a rablók útját, és becsapta ön maga előtt is az egyetlen ajtót, amelyen keresztül megmenekülhetett volna az akasztófától. A csapda légmentesen lezárult. Egy lány miatt. Ötödik fejezet Az üldöző csapat, mint a vízmosás a táradata, úgy zúdult a völgybe, hogy megelőzze a rablókat, elsősorban holdvilág Teddit, aki mi szlogennal bizonyára nem képes úgy nyargalni, mint egyébként. De a hajsza izgalmában és ámultan figyelték Warzt. -t. Mintha egyedül is szembeszállna a rablókkal, nem is törődött azzal, hogy követik-e a többiek, de nem is követhették, mert úgy vágtatott, mint a forgó versenyezne szinte úztak a levegőbe. Narró keskeny teste hosszan elnyúlt, hogy másodpercekig egy patája sem érintette a földet. Aztán végképp eltűnt a többiek kerül a messzeségben. – Őrült ez? – kérdezte egy Cresby nevezetű farmer lihegve a mellette vágtató bluntól. a alak, így egymagába ér oda az édes völgyhöz, ahol a rablók átkelnek. – Szitává lövik, mielőtt a kezét megmozdítana. Siessünk! A csapat kétszeres erőfeszítéssel igyekezett a nyomába, de a fiú nem tűnt fel többé. Mint akit lovastól megszállt a veszettség olyan őrületes iramba nyargalt árkombokronát, akadályjal nem törődve, az édesföld szorosa felé. Nem látott maga előtt mást, mint a lány kedves, szomorú gyerekarcát. Szerelmes volt a mexikói suhanc. Eddig nem ismert érzésében mást a hegyek és a magány szereteténél. Először támadt fel benne az a furcsa szomorú öröm, az ismeretlen meleg belső hang, amely bizonyára a szánalom és a rokon szenvegyüléke. Úgy hitte, ez a szerelem. Vágtatott, mint az ördög árkombokron, dombon vízmosáson át a vesztébe. Talán, ha tudta volna, hogy hová vezet az eszeveszett lovaglás, akkor sem fékezi narrot. Olyan ellenállhatatlan gyűlölettel vágta holdvilág Teddy pusztulását, mint aki fulladozva egy sóhajnyi levegőt a legnagyobb gyönyörűségének tart. Már feltűnt a völgyből kivezető szoros, amely a Spandwater Grundhoz vezetett. De most egészen váratlan fordulattal eltéríti az útjától, és levág oldalt az édesvölgy kiárása felett emelkedő szikla irányába. Sebesen igyekszik a domboldalon felfelé. A mexikói suhanc nem akart átkelni a Spandwater Grundon, csak azt akarta, hogy más se keljen át. De minek ehhez a dombra kapaszkodni? A feleletet tömpe Bill sötét Jeff és néhány rabló gyorsan megkapta a kérdésére. Már útban volt a hegyek közül menekülő farkasok, sakálok, patkányok, különböző hegyéniségű rablók vegyes falkája. Nem sejtettek még semmit. Kis csoportokban sebes vágtatással az édenvöl kiárása felé igyekeztek. Honnan tudja Holdvilág Teddy, hogy más nem ismeri ezt a gázlót? kérdezte Gunner Bob, a csontvásszerűen hosszú soványrabló. Ő maga is véletlenül akat rá, mikor belezuhant éjszaka a folyóba, felelte sötét Bill. És most erre jár a holdvilág? Biztos átkelt már a gázló. Nem lehet, éjszaka még húsos farkassal beszélt a sziklavárba. Azóta nem vágtatott elénk, mondta az örökre bizalmatlan gunner. Biztos van valami külön terve a holdvilág sohasem csinálja azt, amit a többség, léhegte köpcös Harry, aki kegyetlen gyilkos a sok közül. Ha tudni akarjátok, szólt sötét Jeff, elrabolt a Logan ezredes lányát, és a sziklavárba vitte. Ördög, kiáltotta Harry, ezzel még jobban ránkuszítja a vidéket. Hol van húsos farkas? kérdezte ismét Gunnar Bob, mert egyre gyanakodott. A két buldoggal jön talán. Közben vagy 200 méterre megközelítették a az szorost. Azt mondom nektek, mondta Gunnát, hogy holdvilág Teddy és a húsos farkas kipróbálják ezt az egérutat a mi bőrünkön, és csak azután jönnek ők is, ha látják, hogy tiszta a levegő. A két buldog nagyon erős, fütyül húsos farkas parancsára. Ha ilyesmiről van szó, ezért jöttünk mi hatan erre. Astoba vagy, kiáltotta a köpcös. A kóbor bandája is erre jön, és már órákkal előbb láttad a tornádó huligent elnyargalni arra. És ha egyesek a pokolba nyargaltak? Mielőtt még a köpcös heri egy káromkodással kifejezhette volna véleményét, a távolból megjött a felelet. Lövések. Áj! kiáltott a tömpebil elől, és leúrott a lováról. A többiek is így tettek. Halljátok! ordította Gunner. Csapdába estek, ez a tornádó huligen és bandája. Fogd be a szád, valakinek előre kell nyargalni, hogy körülnézzen. Komoran álltak, senki sem jelentkezett önként. Azt mondom, hogy Gunnernak igaza volt, jegyezte meg a tömpe. Mi szüksége lenne hódvilág Teddinek vagy Husos farkasnak, hogy bennünket törbe csaljon? Talán azt remélik, hogy nem lesz hajtóvadászat, mert a rablók nagy része meghalt. És akkor ők épp bőrrel ússzák meg? Zúgtak és morogtak. Ha ott van valamelyik vezérük, hát lehet, hogy megölik. Most az a fontos, hogy valaki előre lovagoljon, mondta Tömpe Bill. egy magad, ha kíváncsi vagy a halára. Tudni kell, hogy mi van ott, kiáltotta az egyik. Engem nem érdekel, ordított Gunner, mivel megerősítették gyanúját a szüntelen puskalövések. Nem fordulhatunk vissza néhány durranás miatt, ellenezték többen. Biztosat kell tudni. Rövidesen megkapták a választ, és ez még csak növelte a pánikot. Kóbor Jenny jött nyargalva, vérző arccal. Egy elsuhanó csúszott golyó szakított bele. Vissza! Forduljon mindenki vissza! Csapdába kerültünk! Dühös ordítás volt a válasz. Beszé! kiáltotta a ebül. Kétségbe esetten hinni akarta a húsos farkasban. Délután értünk a szoroshoz, lihegte a karvajórú kóbor Jenny. Nyolcán voltunk, mert a vörös virge és az embereive lenyargat whitehouse hogy bosszút álljon Fejnárdon. Barom! Azt hitte, biztos az út. Felgyújtott a Fejnár farmját. Most ezért kettős dűvel üldöznek majd. Hogy világ teddi, azt hitte, folytatta a kóbor, hogy biztos út vezet a gázon. Majd kiábrándul ebből. Ostoba fecsegő, mondd gyorsan, hogy mi van. Nem jutottunk a szoros belsejéig sem. Ahogy a zátonyokhoz értünk, talán fél jarnyira az indián sírtól egy <coughs> lövés Hol igen, nyargalt elől. Homlokán érte a golyó, utána Jerryt pont szíven, és egy harmadikat azt a szőke arizónait. Tom Wheelert. Úgy van, szintén a kaponyájába kapta a lövést. Közben leuráltunk a lóról, és fák meg kövek mögé bújtunk. Ki lőtt? A mexikói suhanc. Egy másodpercnyi csend után szitokban költ ki valamennyi. Ördög és pokol! Káromkodott tömpe és sötét zsef. Az a holt képű? kérdezte Gunnar. Az! Én oldalt felmásztam egy sziklára, és kénytelen volt helyet változtatni. Tisztán láttam, csendbiztosi ruhába guggolta. Sziklám! Megölte varct, kiáltotta a kövérheri. A húsos farkas, mondta. Ahelyett, hogy elhordaná magát, még ellenünk fordul. Tömbbe bill és Sötét Jeff összenéztek, de nem szóltak semmit. Miért mondják meg, hogy a fiú ostobaságot követett el, amikor felvette a csendbiztos ruháját? és húsos farkas ezt jól kihasználta. – Valamit tenni kell, azonnal a nyakunkon lesznek. Három bandita érkezett vágtatva. Az egyik a karját fogta, és az ujjai között vércsúrgott. – Lóra, ostobák! – kiáltotta. – Egész Cantibay a legelőn vágtat már, ide tartanak. – Oldalról törtek ránk. Általános zűzöval és kiáltozást támadt. Fejetlen pánik vett erőt a rablókon. – Hódvilág tetti, becsapott bennünket, sűvítette Gunnar. Miért nincs itt, ha nem bűnös? Ott jön, kiáltotta tömpebé. Távolról feltűnt holvilág Teddy, amint nyargalva közeledett. Mögötte husos farkas és a két buldog. Mi az? kérdezte halkan, röviden, ahogy a csapathoz ért. Törbe csaltak! kiáltotta izgatottan Gunner. Törbe csaltak? Hm. Valaki megtévesztett téged, Gunner, mi? kérdezte halkan. A csontos óriás rabló merett arccal a de nem szólt semmit. A szoros kiáratánál a mexikói suhanc lesett ránk. Lelőtte Bartot, Kerryt és a hosszú szőke fiút, aki Arizonából jött. A te kedvenced volt hol világ? A rablónak egy arcizma sem rádult, csak a szeme, mintha összeszűkülnek is. Hm, folytasd! Nincs tovább, lövöldözés volt, átkozott túl jól célozak az ember, és úgy helyezkedett el a sziklán, hogy száz embert is lelő annélkül, hogy egy játjútnál szorosan. Úgy. Gondolkodott. Távolról sok-sok lövés hallatszott. Ezek a kantivébeliek, az édesvölgyön át közeledtek, és éppen elvágták az útját a vörös bargyalnek. Arról jöttnek csapattal. Az a baron felgyújtotta az éjjel fégyjárt farmát mondta csendesen holdvilág, és körülholdozta a tekintetét. Mindenki hallgatott. Ostobaságot követtetek el, azután nyávogtok, mint a kismacskák. Barger fölgyújtott a fégyjárt farmját. Igen, pedig megtiltottam. Most arról van szó, hogy mi legyen, szólt közben az egyik boldog. Arról van szó, amiről én beszélek. Ostobák vagytok, erről van szó. És honnan tudja ezt a kölyök, hogy merre akartunk menni? Kiáltotta Gunner húsos farkas felé. Tán, azt hiszed te csontvász, hogy én árultam el? Horkant rá a szakállas. Nyugalom, mondta szeliden hódvilág teddi. Újra elhallgattak. Én követtem el a hibát, folytatta nyugodtan. Ez a fiú feláldozta magát csak azért, hogy bosszút álljon, illetve elfogjon engem. Tünődve nézett a távolba, ahonnan sűrű dörrenések hangzottak. – Miért vagy az oka? – kérdezte húsos farkas, de a holdvilág Teddy nem felelt. – Mond hogy mi csináljunk! – sürgette boldog. Az igrek mindegyike két méter magas volt, és durva arcuk, nagy, széles orruk, alacsony homlokuk, bozontos szemöldökük hajszára egyezett. Elsősorban, mert hibáztam, Tudni akarom, hogy továbbra is engedelmeskedtek-e nekem, vagy más vezért akartok. – Ostobaság! – kiáltotta a kóbor Jenny. – Te vagy a legkülönb közöttünk. – Úgy van, igaz. Mondd meg, hódvilág Teddy, hogy mit csináljunk. – Meg kell próbálni kitörni Kantivé lakosain keresztül, mielőtt értesítik a South City-ben várakozó üldözőket. – Úgy van. Tizen a farkassal átvágtak erre a tisztás felé, és a hátukba kerültök. Tizen kóbor Jennyvel szembe fordultok velük. Ha szétugrasszátok őket, akkor neki a szorosnak. És a mexikói suhanc? Azt én elnémítom. Felelte és egyenesen a szakadék felé vágtatott. Csodálkozva néztek utána. Két csoportra oszlottak, és a vezérük parancsa szerint neki vágtak, hogy elkezdjék az utolsó nagy játszmát ezen a vidéken, ahol már nem kértek és nem adtak kegyelmet a szemben álló felek. Közben az üldözők elérték a szorost. A rablók már nem voltak ott. Csak tizenkét lelőtt bandita. Ezeket elintézte a mexikói suhanca menekülés kapujába. Köztük volt Emmett Barger, a vörös testvére, aki kegyetlenül felkoncolta a mert késett a váltságdíj. Dick, a késelő, Halamond Pete és a félszemű Market Bill, aki kisiklatott és kirabolt egy vonatot Salt Lake city -ben. Most itt feküdtek. Egyetlen fiatal ember felvette velük a harcot, és tartotta a szorost egy álló óránát. Istenemre, mondta Cresby a farmer, valamennyi serif a környéken öt év alatt nem végzett annyit, mint Warts éjféltől mostanáig. Utánuk, kiáltotta Croft a kovács és lóra ült. Megállj, Semmi tervszerűtlenség. Úgy van, Vars mondja meg, mit tegyünk. Helyes, Vars a vezetőn! Lelkesen körülfogták a mexikói suhancot. Érezték, hogy a rablókkal megátkozott környék végére rátolált az alkalmas emberre. Ehhez nem nyugszik, amik ki nem írtotta őket. Öt ember itt a sziklákon elfoglalja az én helyemet. Nem kerülhet senki a hátatokba, járhatatlan szírt van mögöttetek. Nagyon jó. Öt ember akár ezlet is lepuffanthatónnék, mert kettőnél több nem lovagolhat be a szorosba. Az öt ember megkötötte a lovát és felment a sziklára. Most egy vágtató csoport érkezett a völgy felől. Kavbolyok. Messzi útról jöhettek. – Hello! Hello! – Félgyárt legényei! Whitehouse-ból érkeztek! Ők voltak. Elől a fiatal fégyjárt. Mi történt? – A vörös Barger megrohamta az embereivel Whitehouse-t. Felgyújtotta a farmot. – Kutyák! – Ki ez a csendbiztos? Words. A Denveri kopó? – Férjárt és emberei elismerő mormolással fordultak egymás felé. Férjárt! Te fordulj embereiddel a tisztás felé! A rablók megkísérlik majd ismét az áttörést. Nem valószínű, mondta Kraft, inkább a Split River irányába próbálkoznak. Ismerik terveiteket. Ha én lennék ott közöttük, összeszedném őket és elosztva támadnék két irányból, hogy áttörjek. Holdvilág Teddy ugyanezt fogja tenni. Minden esetre, mondta Féggyárt, beállok az emberekkel a vízmosás keleti végébe, ahonnan szemmel tarthatom a tisztást. Jó! Két ember vágtasson Hiller Glove-ba, és adja meg a jelet. A körvadászat kezdetét veszi. Mindenfelől menjenek lovasok valamennyi üldöző csapathoz. és emberei közben elindultak a tisztás felé. Két lovas nekivágott Hiller Glove irányába, ahol Logan ezredes terve szerint az egyik üldöző csapat várt. A többiek erre nyajgaljanak előre, a sziklák között, a völgy elején várjatok. Ha visszatér a rablók csapata, a sikmezőn találja őket a sortűz. Mindenki elfoglalta a helyét. Ez nagyon okos volt varc. Menjetek. Ebben a pillanatban puskaropogás hallatszott a tisztás felől, és Félsárt embereinek diadolordítása. A rablók fejveszetten húzottak vissza a meglepő fogadtatás elől. Siessetek a sziklához, és a jelszó! Nincs kegyelem, nincs kegyelem! A jelszótól végzhangzott a völgy puska nehéz levegője. Te merre mégy? Én megkeresem Holdvilág Teddit, és leszámolok vele. Mint a szélvész vágtatott naró hátán. A két nagy ellenfél elkerült az összecsapást, mert egymást keresték. De kétségtelen volt, hogy az igazi harc lesz, ha egyszer Holdvilág Teddy összecsap a mexikói suhanccal. És hogy ez rövidesen megtörténik, az senki előtt sem volt kétséges. Lilian csak arra emlékezett, hogy valahonnan a magasból, egy fáról, vagy talán egyenesen az égből ledobban közéjük ez az acélarcú ember. Egy rugástól szerte szétrepült a tábortűz parazsa, egy ütésre traveler fejét találta, hogy felbukott. Az apja revolvert rántott, de félrecsapott kezéből kirepült a pisztoly, és holdvilág teddi revolvercsöve az arca előtt merett már is, mintha a levegőből varázsolta volna elő, és mélyzengésű baritonyán halkon ezt mondta. Nyugalom. Mit akar? Elviszem, Mist Lillian. 50 ezer dollár, és szabad elvonulás az ára. Egy pillanat az egész. Aztán a lányt nyerekbe kapja, és elvágta. Lilian nagyon csodálkozott azon, hogy egyáltalán nem fél. Mi ez? Idegenszerű érzés, hogy ezzel a hatalmas erejű emberrel szágult. Kis és is. De nem fél. Miért? Hunja le a szemét, vagy legalábbis nézzen a földre, mondta holdvilág Teddy. Előre azt. A ló, mint a értene emberi nyelven, nekiíramodott, és Lilian lehunta a szemét, ahogy a rabló mondta. Amint nem látta az első földet, megszűnt a szédülése. Így vágtatott nagyon sokáig, aztán meglepet felkiáltást hallott. Zdíd! A ló megállt. A bandita óvatosan leeresztette Lilient a nyerekből, és ő is mellé ugrott. Maradjon itt nyugodtan állva, úgysem futhat el előlem. Egy sebesült vagy holott fekszik itt. Nem próbálkozom szökéssel, nyugodt lehet, felelte határozottan, és újra csodálkozott ezen a nyugalmán. Már az idegenszerű érzés sem nyomasztotta, mintha természetes lenne, hogy itt vágtat a rablóval. Néhány lépésnyire egy ember feküdt a fűbe. Hisz ez a mesztic? Hé, hey, mi történt, Fernandez? Ó, oh, sir, Lord Teddy, nyögte a félvér. Mi történt veled? A um, Mexikó is van. Lőni. Rád? Igen, de először én, mert ő leütni farkast. És akkor mind lovagoltak el, mert sötét, Mr. Tömpe. Azt hitték, halott vagy? Nem, ők itt hagyták Fernandez-t, mint kutyát, lihegte villogó szemmel. Ne hazudj, hiszen bekötöztek. A mexikói suhanc bekötözött, pedig én akartam lelőni. Ne hazudj! Te kiálltál vele? Innen, bokorból, mert a farkas szenyort... Szóval orvul, és ő mégis gyorsabb volt. És egy orgyilkos kutyát még bekötözött. Hm. Jó, most felejj erre. Ki az a mexikói suhac? Nemrég jött, és itt volt húsos farkassal, de nem rabolt. És miért veszett össze a farkassal? A mesztic hallgatott. Jó, nem mond. Nem kutatom mások titkát. Új kötést adok és vizet. Ó, hol, hol, hol világlord, könyörgött fogvacogva. Te vagy hatalmas, nem itt hagyni mesztic. Ha jönnek, fehérek, akkor engem lincs lincs, mert farkassal voltam mindig. Gyalázatos, orgyilkos vagy. Megérdemled. Ó, hatalmas, világ, lord, könyörű, szegény, meszticem, a mindenségit. Tétován körülnézett. A lány nyugodtan állt. Távolabb a mesztic kócos indián palipája várakozott lehajtott fővel. Miss akar segíteni ezen a szerencsétlenül ujját fogom? Igen, Két ló közé kötünk egy pokrócot, ahogy dr. David is vitték. Értem. Maga ül az egyik lóvon, és hozzám igazítja mindig a sebességet. Különben leszakad a hordágy. Igen. Ha a szökni próbál valamerre, és ez az ember leesik a lovak között, nyomban meghal. Melkasában golyó van. Erre gondoljon, ha találkozunk valakivel. Nem fogok szökni. A rabló csodálkozva fürkészve nézett rá. Lilian hangosan, deklamálva beszélt, és szinte kihívó hidegvére látta a kemény tekintetet. Gyorsan megigazította az indiáló nyergét, felkötötték a pokrócot Fernandezzel, és lépésben haladtak tovább. Mióta fekszel itt? szólt le a Teddy. Sok órája, a mexikói suhanc megígérte, hogy küld embereket. Féltem, <kül> <kül> hogy megteszi. – Nincs, nincs – tette hozzá vacokba. – Engem a mexikói suhanc küldött – mondta Holdvilág Teddy, és a lány meglepetten nézett rá. – Te láttad őt, Holdvilág Lord? – Igen, barna ült, fehér lámpása van a ló homlokán, karcsú állat. – A fiú szeme világos kék, nagy sarkantyúja és korbácsa van. Ö – Ő… <laughs> az… igen felelte a mesztic. Lilian felkiáltott. Szent Isten! Varc! Ez Varc! Holt világ Teddy szigorúan nézett rá, és ujját az ajka elé tartotta. Ne veszél, Fernand, mert felszakad a sebed, szólt a messzire és az elhallgatott. Nem ügetve, de mégis elég gyorsan haladtak. Lilian nem értette ezt, hiszen így utolérik őket, hamar az üldözők, ha a nyomukba vannak. Először Travellernek Kantivébe kell menni, mondta Holdvilág Teddy, és onnan az üldöző csapattal ismét vissza a tábor tűzhöz. Csak azután követhetnek. A lány ilyetten felkapta a fejét. Honnan tudja, hogy mit gondoltam? A rabló nem válaszolt. Lilian lopva felnézett rá. És kisé félt. Attól az érzéstől félt, hogy nem érez félelmet. Még vagy fél óráig lépegettek így, némán. Csak a mesztis nyugése hallatszott időnként. Aztán elérték a Rocky mountain a felhőös fény aljánál voltak. Az óriási hegység szinte nyílegyenesen szökött a felhőkig mellettük. – Szálljon le! – szólt félsuttogással a bandita. Engedelmeskedett. Holdvilág gyorsan megkötötte a két lovat néhány látszólag járhatatlan magas bozót mögött. – Menjen előre! – Hová? – a szikla alján néhány cserje volt előtte, magas, sűrű bozót, de bejárás barlangnyílást nem látott sehol. Menjen a bozótig, ahol az a vastag gyökér dudorodik a föld felett. A lány nem értette, de azért engedelmesen ment a bokorhoz. Amikor odaért, meglátta, hogy két bokor összekötő ágai alatt boltívszerű sötét nyílást átunk. Már ott volt mellette holdvilág Teddy. A lépését nem hallotta recsenni. Úgy járt, mint valami kísértet. Gugoljon le! – szólt a lányhoz. – Hová visz? – Ne kérdezzem! – felelte röviden. Lilian habozott. – Előre! Bújjon át az ágak alatt és vigyázzon! Sokat üske! Lilian hátra pillantott lopva, aztán dobogó szívvel lehajolt. Ahogy átért a lombok közül a sima sziklafalak mellé, sebesen vert a szíve. Szorosan a szírt aljából nőttek ki ezek a kemény sűrű cserjék. Tovább, egy barlangot talál a kinyújtott keze távolságában. Ahogy megtapogatta a falat, érezte egy helyen, hogy üres levegőben nyúl. Lépett egyet, vaksötét fogta körül. Tovább ment. Fél? Nem. Nyugodtan előre kúszott. A háta mögött jött holdvilág Teddi. Kézilámpa fénye villan. Boltozatos üregben vannak. Néhány szörme, egy kezdetleges tűzhely, víz és konzervek. A holdvilág Teddy anyája ez, gondolta Lilian. Vajon itt él állandóan? Ritkán tartózkodom a barlangban, szólt mögötte a nyugodt hang, és a lány hökkenten felnézett. Ismét a gondolataira felelt. Üljön le, Miss Lilian. megnézem a mesztic ember sebét. Itt kell majd nekem, kérem, ne mondjon semmit. A lány szó nélkül leült. Holtvilág pedig kibontotta a kötést. Súlyos, morogta rövid vizsgálódás után. Szív? kérdezte a lány. Tüdő. Hallgatott. Különös volt ez a rabló, ahogy ráncolódó homlokkal, mint valami tudós, a sepp fölé hajolt. Oda világított a lámpával is, és az egyik ujjával megérintette a bőrt, mintha azt kutatná, hogy a gyulladás meddig terjed. Aztán valami egészen különös történt. Holdvilág Teddy levette a kabátját, és könnyékig feltűrte az ingét. Miért volt ez furcsa? Mire emlékeztette ez az előkészület? Csak keleten látott hasonló higgadt, és mégis komoly készülődést. Sebészek teszik. Kicsoda ön? Hallgasson. Miért nem mondja? Nyugalom. A zsebéből műszert vett elő. Lilian megismerte. Kutasz amivel a gulyót vagy szilánkot távolítanak el az orvosok. Kérem, fordult a lányhoz, ha segíteni akar, ott hátul talál egy fazekat. Megvan. Gyújtson a tűzhely alá, mindent oda készítettem, gyufát is talál az asztalon. A lány engedelmeskedett. Ha forra víz, hozza ide kérem. Egy kis üvegből valamit a sebb köré öntött és dörzsölte. Élén kórházszag érződött, aztán a kését fente egy kövön, Figyelemmel, lassan. Ó, oh, Lord, holdvilág, te most kínozni Fernandeszt? Hallgas, ha kiveszem a golyót, esetleg megélsz. Ha nem, akkor éjfére véged. Ó, 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 te lenni varázsló. Nyugalom. A víz, mondta készségesen Lilian. Hozza ide. Röviden beszélt, de udvariasan. A lány odahozta a fazekat. Holdvilág teddig belekezdett a műtétbe. Hosszú, ügyes ujjai kifogástalan szakszerűséggel dolgoztak. Az arca közben komoly volt, és azzal az összpontosító, szigorúnak tűnő figyelemmel merett a sebre, ami a komoly orvost jellemzi. Lilian ámultan nézte. Maga, maga orvos? Csend! Adja ide az ollót és a kötszert. Hó, Ho, hol van? A tűzhely mellett egy fapolcot talál a sziklára erősítve. Igen. Odaadta. Fernandez közben elveszítette az eszméletét a fájdalom és a vérveszteség miatt. Az óló csettent. Véres, ázott darabok, fertőtlenítő, mintha kórház lenne. A Rocky Mountains legvadabb vidékén egy szikla barlangban. Lilian két kezét a szívére szólította. Maga Orvosból lett, ba, ne kérdezzen. Puhán, de röviden mondta, és Lilian lesütött szemmel át. Nem félt, hanem ez furcsa, engedelmeskedett. Most magára hagyom, szólt végül a rabló. Igen. A betegnek ne adjon sok vizet inni, akkor sem, ha kér. Igen, felelte gépiesen, és nézték egymást. Mindent megtalál itt, amire szüksége van. Értem. Az asztal fiókjában ennivaló is akad. Hallgattak. Fernandez felnyögött. Áltak egymással szemben. Mi ez? Milyen félelmetes, furcsa érzés áramlik közöttük? A barlang elé követ görgetek, szólalt meg holdvilág. Nem tud kiutni. Nem akarok. Néhány másodpercig ismét csak álltak egymás szemébe nézve. Azután a rabló felvette a kabátját, a revolverövét, és egy beidegződött mozdulattal kiemelte tartójából a pisztolyát. Futólag, hogy nem akadta a bőrbe. És indult. De ha esetleg visszafordult. Mi az? Itt egyedül leszek, és maga fél? Keményen nézett végig erre. A szeme úgy látszott mond valamit. Nem, mondta végül határozottan a lány. Arra gondol most, kérdezte a rabló, hogy mi lesz, ha nem térek vissza? Igen. Akkor itt elpusztul. hold világ eléje lépe. Fél, kérem? Nem, felelte újra, de határozottabban a lány, és a férfi bólintott. Helyes. Biztos lehet benne, hogy visszatérek, mondta egyszerűen, aztán fejére tette a szombréróját, és elment. Lilianek cseppet sem félt. Nagy megnyugvással leült az egyik kőre, és nézett a sötét barlangnyílás felé, amelyre a férfi alakját elnyelte a homály. Egy cseppet sem félt. Azt mondta, hogy visszajön, és akkor nem lehet másképp. Tompa döbörgés hallatszott, és egy rövid puffanás. A szikla odagördült a barlangnyílás elé. Nem lehetett kimenni. Ha holdvilág Teddy meghal, vagy másba éri, akkor ő itt nyomorútul elpusztul a halódó mesztisztársaságában. De nem félt. Hiszen azt mondta, hogy vissza fog jönni. És ha azt mondta, akkor nem lehet másképp. Ledőlt egy pokrócra, és jó ízűen eladott. Hatodik fejezet Most következett a halálos játszma döntő fordulata. Hódvilág Teddy nagy félkörben átlovagott a Split River hosszában az édesföld kijáratához. Jókor jött, hogy lássa a rendetlenül menekülő rablókat nyomokban az üldözőkkel. A tisztást is láthatta innen fentről. Lelőtt rablók hevertek mindenfelé, közöttük eldobott kalapok, revolverek, gazdátlan lovak és a tisztásra néző vízmosás felől gyorsan közeledett egy újabb üldöző csoport. Kitalálták a tervét. Nem kétséges, hogy veszélyes ellenfél. Ennyi üldöző között az egyetlen, aki félelmetes, akivel harcolnak. A játszma itt a völgyben elveszett. Ez kétségtelen. A mexikói suhanc rettenetes ütést mért a rabolókra azzal, hogy itt elébük vágott, és az önbizalmuktól megfosztott farmerekbe ismét lelket öntött. Az egyik domboldalban a vörös bridge védekezett elkeseredetten visszavonulóban. Kóbor Jenny a folyó felé keresztül vágta magát 15 rablóval, és ha elérik a Split River szakadékát, akkor sikerül a hegyek közé menekülni. De az egérfogóból akkor sem törhetnek ki. Tömpe Sötét Jeff és a két buldog a rablók zömével legázolta a Hill Gooverből érkező bekerítő csoport első lovasait, és mielőtt még a nagy többség odaért volna, bevetették magukat a hegyek közé. Fekete napjuk volt ezer rablóknak. Fogói, sebesült, sehol. Nincs kegyelem. Az évek óta elgyötört, megnyomorított lakosság pusztító dűvel vetette magát rájuk, az első győzelem mámorában. Egy kegyelemlövés minden, amire a sebesült számíthat. Ott elfogták a kövér herrit. Egy perc, és felhúzzák de még alig emelkedett a magasba, és már harminc golyóval nehezebb a teste. Nincs kegyelem. Wörc kiadta a jelszót, és százszor is elismétli dűvel, gúnyal, harci kiáltással. Nincs kegyelem! Holtvilág pedig komoran nézi a pusztítást. Jó tudja, hogy minden szem, minden golyó elsősorban őt keresi itt. Megvetően lehúzódik a szájszeglete. Pedig azt is jó tudja, hogy ezen nap megtört a rablók több éves uralmát. Jött egy kölyök, fehér képpel, kék szemmel, és akkor ütött rájuk, hogy már semmiképpen sem heverhetik ki. Az elkeseredett csügget üldöző csoportokba lelket öntött. Tervei gyorsak voltak, tettei meglepőek. Méltó ellenfél. Vajon hol van most? Amikor idejét gondolatban, mintha kísértet lenne, szintén a semmiből tűnt fel, és ott állt előtte pen. Add meg magad, holdvilág, Teddy, és két pisztolyt fog rá. A régi jelenet. Lövésre kész pisztolyjal farkas szemet nézve le a fehér képű csend biztos. Hűvös kíváncsisággal tekint az acélkemény célkemény barna arcpenre. Távolból lövések. Hallod? kérdezi furcsa dallamos hangján a fiú. Hallom, feleli a nyugodt muzsikáló bariton. Végetek van. Végünk van, bólint a csendesen. Leszállsz halóról, megfordulsz. Mit akarsz? kérdezte, és leugrott a nyerekből. Összekötözve beviszlek Kantivébe. Ostoba vagy. Velem együtt felkötnek, mert megölted a Denveri kopót. Nem öltem meg. Mégis felkötnek. Felkötnek. Miért teszed? A lányért. Holdvilág Teddy füttyentett. Szerelem, mondta megértő mosolyjal. Szóval én szabadítottam az emberekre ezt a vészt? Te. És ne remélj. A lovam csak akkor ágaskodik, ha akarom. Tudom, futni hagytál az éjjel. Ostoba voltam. világ Teddy a fiú mögötti facsoportra nézett. Nem hiszem, felelte. Még hasznodra lehet, amit tettél. A facsoport mögött egy szomdérót látott a bandit a pen mögött. Ostoba voltam. Ha nem bocsátalak szabadon, akkor a lánynak semmi baja, és én átjutok simán a Spam Ezt kellett volna tenned. Késő. Ha megteszem, elviszed a lányt. Úgy is elviszem. Így lógni fogsz, és mind. Mind lógni fognak. Úgy vadászák itt a rablókat, mint az űrgét. És nincs kegyelem. Érted? Nincs, nincs, nincs. Amíg csak egy patkány is él a környéken. Perdíosz de van kegyelem. A fiú ugyanakból nézett holdvilágra. Mert az éjjel szabadon bocsájtotta, mondta jó hangosan, hogy a fiú ne hallja a mögötte közelgő lépteket, ezért holdvilág teddinél van kegyelem a számodra, mert én mindenét megfizetek, de azután többé nincs pardon. Ostoba és nesze! Egy puska egy lecsapott hátulról, és Ben vérbe borultan zuhant a földre. Húsos farkas újra felemelte a puskát, hogy az ájult fiú koponyáját szétzúzza. De holdvilág Teddy olyat penderített könnyedén a száz kilós rablon, hogy messzire zuhant. Az ott álló két bódóra csak ránézett szürke parancsoló szemével. – Vissza, hé! Ki parancsol itt? – kiáltotta nyersen. Húsos farkas dühösen ugrott föl. – A halál parancsol, holdvilág Teddy, hallod? Fegyverek ropogtak mindenfelé, és ide hallatszott a pofogásuk. A halál parancsol, husos farkas. És a halál én vagyok, felelte csendesen bólogatva, aztán lehajolt benn fölé. Azt hiszem meghalt, mondta. Nem, szólt buldog. Talán nem is ájult. – Sies, sürgette a husos farkas. Elfognak! A rabló vállat vont. Menj, ha sürgős az utad, én nem félek. A sebesült hajót, és egészen közelről megnézte az arcát. Fogcsikorgatka morgott valamit. Ez az oka mindennek. Ez a kölyök. Az életünkkel játszol. Lőd le azt a kutyát, és gyere kiáltozták a rablók körülötte. Felemelkedett, és végignézett rajtuk. Az én golyómat jobban szeretnétek, mint a népét? Dacosan nézték, de nem mertek szólni. Holdvilág Teddy szivarra gyűjtött. N Nézd, mondta húsos farkas. A gázló az oka mindennek. Ostoba, az az oka, hogy te orvul lelőtted varzt. Meglepetten nézték a farkast. Ez nem szólt. Sápadta a liheget. Hát jó, mondta a rabló. Végzek vele. Ezzel elintézem a gázló ügyet, és veletek nincs többé dolgom. Menjetek a lovakhoz, mert a lövés ide az üldözőket. A fák között álló paripához mentek. Itt holdvilág Teddy visszafordult, nyugodtan kivette a pisztolyát, és háromszor egymás után belelőtt a vérzőfejű pembe. A fiú összerándult és átfordult fektébe. Mehetünk. És elvágtattak. Hetedik fejezet Cantivé lakosai késő este tértek vissza az üldözésből. Most a seriftől megtudták az igazat. A csendbiztos rabló. Az ördög érti. Leírhatatlan megdöbbenéssel hallották. Words, nem words. Hát kicsoda? Ő az, aki megölte words, kiáltotta Burns. Döbbenten álltak. Utána üldözzük, kiáltotta Burns. Senki sem mozdult. Akárki volt, nélkül a rablók a markukba nevettek volna, jegyezte meg Cresby. Hogyan bánt el veled és Sterlingszel? Itt beszélgettem Sterlingszel, és ránk tört. Megkötözött. De én kérdeztem, hogy hol van Words és te visszakiáltottál, szólt az egyik fegyveres. Kényszerített. Felelte kedvetlenül a serif, és látta a gúnyos dühött arcokat. Megakadályozott, hogy Stallings vallomását elmondja. Sterlingx ugyanis húsos farkas fogja volt, és a bandita vele üzente, hogy a fiú megölte Varst. Ezt kihallgatta, ránk tört, és megkötözött mindkettőnket, hogy akadályozzon az üldözésbe. Ezért, jegyezte meg Stallings, mint hallom, eredmény volt. Talán jó lett volna mindig megkötözni téged. A serif remegő kézzel a nyúlt. Aki még egy csúfolódó szót szól, az keresztül lövöm. No hát, az ördög érti ezt, szólt egy farmer. A fiú végre megszabadított bennünket a veszélytől, legalábbis halálos csapást mértünk a gazemberekre, és semmiféle igazi words ezt okosabban, vakmerőbben nem csinálhatta volna. De nem ám. Most talán kössük föl mi? Lőjük keresztül? Hálából? Nagy zúgás volt. Én csak azt tudom, hogy ez a fickó orvul lelőtte a words felelte a serif. – És semmiféle orgyékosnak ez a környék sem az államok bármely vidéke nem adhat kegyelmet. Nem hagyhatja futni, még ha érdemei is lennének. Ez bizonyos. – Ez igaz, mivel azonban te vagy a serif, neked kell elfogni, mert kutya legyek, ha én ezt az ember csak tíz méternyire is üldözöm. – Én sem. – Én sem. – Kiáltották mind. A serif kihúzta magát, bement az istálóba és előhozta a lovát. Most némi tisztelettel nézték, amíg a magányos, megviselt öregemben nyeregbe szállt, és megigazította a revolverövét. Burns mégiscsak férfi, az biztos, és igaza van. Neki kötelessége. De az üldözés mégis elmaradt. Egy kovba érkezett vágtatva. Wörz! lihegte ki fullattan. Láttam! Mi történt? kérdezték többen. világ? Teddy lelőtte! Csend. Egy távoli szírtról láttam, amint végeztek vele. Fejbe ütötte valaki, aztán holdvilág lelőtte. A holteste nem került elő, pedig keresték. És az is lehet, hogy olyan temetése lett volna, amilyenben rablót még sohasem részesítettek errefelé. Mert ő, ő adta az erőt és az önbizalmat itt a győzelemhez. Nyolcadik fejezet A bandita visszatért a barlangba. Lillian aludt. Nyugodtan. Mert tudta jól, vissza fog jönni. És visszajött. A lány nem csodálkozott, amikor felriadt az érintésre. Sőt, holdvilág nem tudta, hogy jól látta-e, mint mosolyogna. Lóra ülünk! Lillian engedelmeskedett. Kilovagoltak a szabadba. Szél fújt. Arra megyünk, Miss Logan, mondta holdvilág Teddy, és észak felé mutatott. Arra? De hiszen az az út a hegyek közé vezet. A hegyek közé megyünk. A hó már lehullott. Nem baj, velem van. Milyen érdekes? Erre a mondatra, hogy velem van, a lány teljesen nyugodt lett. Az imént még ideges paripa, mintha szintén így érezne, csendesen léptetett a bandita mellett. Mi történhet? Vele vannak. Milyen úton megyünk? kérdezte később, mert a felhő szerpentint látta csak, járhatatlan felkigyózó keskeny peremével. Nyugalom. Volt valami vontatott muzsikája ennek a szónak, amikor kimondta nyugalom. Meg kellett nyugodni tőle. Az erő, biztatás, fölény, jó indulat és acélosz biztonság, mint ez benne volt a hangsúlyában, amikor így szólt nyugalom de tudta úgy is mondani, hogy megborzongjanak tőle. Hát a mögött hallotta a hódvilág Teddy lovának patkó csattogását. Villámlott. A lány szürkéje nyugtalanul felnyerített. Rossz ló, ideges, mondta a férfi. Ritkán járnak hegyen a lovak. De van, amelyik nem ideges, ha fél, akkor sem. Most ott álltak a felhőös fény lábánál. Jeges szél fújt szemben. Hová viszi? Majd meglátja. Tudja, mit gondolok? kérdezte ilyetten. Igen. Semmit sem magyarázott. Lassan haladtak felfelé. Ilyet kesejük keringtek alacsonyan, víjogva. Szálljon le a lóról és a sziklához lapulva lépésben vezesse. Ha hátát állandóan a sziklához szorítja, nem zuhanhat a szakadékba. Lilian rémülten nézett rá. Itt akar felmenni? Ezen nem lehet felmenni, Velem! És megfogta a kezét. Abban a pillanatban végtelen nyugalmat érzett. Vele, a pokolba is eljutnak baj nélkül. Koromszínű levált felhők kavarogtak egyre alacsonyabban, rövidesen hópehecskék szállingóztak. Ördögi ügyesség kellett ahhoz, hogy a keskenyösvényen lóval együtt haladjanak. Ha egy centimétert hibázik, a ló vagy lovasa, lezuhannak a mélybe nyomban. Így haladtak feljebb, egyre feljebb a legendás járhatatlan ösvényen. Estére már vékony hórétegen jártak. Lilian közben megszokta az óvatos lassú lépéseket a peremen, és valami diadaj a félét érzett. Hódvilág Teddy ráadta a pokrócot, és most már nem is fázott. Pedig bokáig érő hóban jártak. Egy kiugrónál, amely elég széles volt, megálltak. Pihenjen! Engedelmeskedett. Mikor tudja meg az apám, hogy hol akadt ránk? Tessék? kérdezte, és lassan Lilien felé fordult. Hogy tudja az apám, hogy hova vigyék a váltságdíjat? Majd megtudja. Mikor? kérdezte a lány, de nem aggodalommal, inkább kíváncsian. Egy év múlva, felelte a bandita. Milyen komoly hangon tréfál? gondolta Lilien. Nem akarta elutasítani a kérdezősködést, hát ezt feleli de úgy, mintha a legudvariasabb felvilágosítást adnák komolyan, csendesen. A hegyek felől félelmetes vastag, nyugodt viharfelhő kereskedtek egészen a lacsonyra. Szinte méltóság teljesen, mintha lesűjednének úgy szállottak alá és gomolyogva terjedtek a piszkos színű vastag, fehéres felhőtömegek, és ahogy lenyomták alacsonyabbra a hóvidék légkörét, érezhetően hűlt a levegő. Nagy árnyakba torzult a táj. A sziklához dőlt. Maga a rendkívüli lány, Miss Logan. Még semminek se örült így, mint ennek a dicséretnek. Mit akart tőlem? kérdezte. Váltságdíjat, és túszra van szükségem. Elzártak minden utat, és ez a szerelmes fiú kemény ellenfél. Az a mexikói megölte... Maga tudta? Nem. Utánunk jön? Nem teheti. De én érzem, most ne beszéljen, pihentesse a tüdejét, mert több órai út még a csúcsig, és vagy felmegyünk idején, vagy elsodor az első lavina. Minden percben megindulhat az omlás. Ha itt lent havazni kezd, akkor a hegycsúcsokon már méteres hó áll. Így is volt. Ahogy feljebb értek, a hó dúzzattabb lett a lábuk alatt. Kezdődött a harc. Harc a természettel. Hóviharba értek. Lilien már nem állt meg a lábán. Érezte, hogy a férfi felemeli és viszi a halálos szerpentinen. Már csak egy ló van velük. Hol a másik? Régen lezuhant és eltűnt a fehér pokolba egy rémült nyerítéssel. Lilian huny szemmel feküdt. Lebegett a férfi karján. Csúcsok között, szinte az űrben. A szél fújt és hangosan zúgott minden. De nem félt, nyugodtan feküdt a vaskarokban. Végül elaludt. Időnként kisé felrezzent, öntudatlanul érezte, hogy óvatos lépésekkel viszi-viszi. Vad zúgás, harcsok, süvölt. Sűrű, nagy, puha érintéssel hullotta az arcára a hó. A szélzúgással versenytűvöltött valahol egy kétségbe esett szürke farkas. Aztán tompa dübörgés, mintha messziről dobszó hallatszana, de hosszan erősödve, halkulva, míg végül elhal. Mindenütt lavina omlás. Lélien súgta egy hang a fülébe. Ha itt elveszünk, akkor tudd meg, hogy belét szerettem. Így van ez, vagy csak álom a döbörgésben? A lány összeszorította a szemhéját. Ó, szörnyű ez. Ő is, ő is szereti. A rabló holdvilág teddit. Te most hallottad ezt, tudom. Erre bólintott, és nem bánta már az sem, ha meghall, hogy ott feküdt a férfi karján. Újabb dobpergésből feltornyosuló, mindent befedő dübörgés, de egészen közel, hogy a légnyomás szele szinte elsodorja őket. És süketülten támoljuk a férfi. Ezt Lilian érzi a karon. A karon, amely a közelben elzúgó lavileomlásokban is, mint a kő, olyan biztos a teste körül. A robogó sziklák, Recsegve sikoltó kettétört fák között a halál szerpentinjének keskeny útján. Azután tízezer vészes sziréna süvöltésével vágtat a szél, sercegve csapkod a hó, és elvakultan kell lépésről lépésre kiszámítani minden talpalatnyi helyet. A zsinór keskenyös ösvényen szédítő magasságban, félúton a Rocky Mountain csúcsa felé. ez? Isten? Ördög? Szellem? Szereti. Veszett dübörgés. A lengő léptek visszatántorulnak. Megcsúszik. Zuhanás. Már előre sikolt a lány minden idege. Nem. Megcsúszott a szegélyen, és már áll a dőlve, és magához szorítja a lányt. Amíg a mindent betöltő fenséges kataklizma fülettépő, agyatremegtető dübörgése, most egészen közelről hozzájuk elzúg. És amíg várni kell, hogy rájuk zuhane a lavina, vagy mellettük omlik le, rászorítja száját a lányéra, és várnak ott. És a halál, ha jön, akkor már nem értek hiába. Így állnak ott egy csókban, és a lány átkarolja a nyakát, és nem fél már semmitől. És sehol sem lett volna szívesebben a pillanatban, mint éppen itt a felhő szerpentinen, hóviharban, írtózatos robajjal lezuhanó lavinák között, magányosan egy férfival, a halálos meredés szélén. Sűrűn előforduló csoda. Amikor Lilian felnyitotta a szemét, felöltözöttem feküdt az ágyam. Primitív, de tiszta, rendes kunyhóban. Itt vagyunk. Újra elaludt. És arra sem ébredt fel, amikor éjjel dübörögve lehullott felettük az a tíz perces lavinaomlás, amely hónapokra végképp ide zárta egy rablóval. Az üldözők továbbra is megszállták az utakat és állandóan huszas csoportok portyáztak a havas síkon. Logan ezredes nem törődött velük, semmivel sem törődött. Visszavonult a házába azon a napon, amikor a lányok alapját megtalálták a szerpentin elején. Vége. A hegy aljáig omlott labinák nem hagytak kétséget. De most már az ezredes nélkül is ment minden. Vörst sem kellett neki. A halálos csapás elég volt a többihez. A hegyek közé menekült banditák elpusztulnak a kemény nevadai télben. És holdvilág Teddy nincs velük. Reménytelen a sorsuk. A falvakban fegyveres őrség vigyázott éjjel, hogy ne törjenek rájuk e kiéheztetéssel fagyval halára ítélt dúvadak. Nincs kegyelen. Azután jött a legenda. Egy reggel megtalálták a kancsal Pít nevű rablót átlőtt fejjel. A halál árnyéka megjelent. A szél ezután siratói neked dudált. A nyomokban lappangó pusztulás kegyetlen jajgatása volt. Itt a halál. A leselkedő, biztos, láthatatlan vég. <Szor> – Haló! Hű! <Szor> – ezt tugatta a szén. Kacsa a hullája felett egy tábla függött a fán, nagy betűkkel ez állt rajta. Ez kancsal 9. hó 26-án lelőtte a halál árnyéka, aki itt járt a hegyekben, és sorra elhívja a rablókat, Logan ezredesnek üzenem. Megvárom az olvadást. Ha holdvilág Teddy lejön a csúcsról, megölöm. A halál árnyéka. A táblán, mint a halál címere, egy ázott holló károgott. És a csúv téli napokon időnként ott találnak valamelyik úton egy lelőtt rablót, adatszerű táblával ellátva. A halál árnyéka leselkedett rájuk. Ki lehetett a halál árnyéka? Penn volt. Hol világ tedni, amikor fölébe hajót azt súgta? Futni hagytál egyszer. Most kifizetlek. Ha lövést hallasz, rándulj össze. Aztán eredj, segíts a meszticen, ha tudsz. A medvehetség alatti három bozót mögött egy barlangban van. A lövések nem érték a fiút, de mégis összerándult, ügyesen színészkedve. Ezután súlyos felsebével elvonzolta magát az egyik jelzett barlangig, ahol a mesztic is sebesülten feküdt. Itt nem sokáig maradt, ellátta a meszticet, és egy keskeny hágon keresztül jó utat talált, félmagasságnyira a hegyen felfelé. Húsos farkas puskatusa alapos fejsérülést okozott. Denge is volt tőle, és két naponként lemászott, hogy a meszticet ellássa. Nagy erőfeszítés. Ez súlyosabb sebesült volt, mint ő, nehezen gyógyult. Élelmet szerezni számára, kötést újítani és saját fejsebével szenvedni, egyszerre, télen, magányosan, Biztos kötéllel a feje fölött. Vasból kellett lennie ehhez. És a mexikói suhanc vasból volt. Vasból és düböl. És bosszúból. Szerette Lilient? Ez a szerelem, ami itt a lány tízezer víziójával mindenfelől előbukkan, hófette csúcsok, felhők, fák, álmok, gondolatok és jegesen ragyogó téli csillagok között, egy elmosódott, áttetsző, élő, gigászi arckép. Ez az? Mosolygó, ilyet vagy szomorú arc. Nagyobb arányú, mint a völgy, a csúcs, és mégis kedves, finom, és akkor is szomorú, ha mosolyog. Szánalom, felháborodás, szégyen és dű. Sokszor Logan ezredes jó lelkű búsarcát, okos, megfontolt hangját is átéli. Tehát nem csak a lány. Napról napra feljebb csúszott sebesülten, ami közelinek látta a hófötte csúcsokat. Ha rabló vagy üldöző meglátja, akkor vége. Szerencséje volt. Egy hétig itt fent maradt a hegyen. Ennyi időre ellátta Fernandezt, és kisé javult a mesztic állapota. Most itt pihent Penn. Egy kevés ennivaló volt a táskájába, és két nap múlva már vadászhatott. A puskatűsítés már gyógyuló félben volt. Éjszaka meghúzódott egy barlangban. A kietlen hegyvidék gutaütött fájé között vonított a szél, és vérfagyasztó ordítással felelgettek egymásnak a hegység farkasai. Pennek ez a természet muzsikája volt. Nem félt. Kerülni kellett az ember lakta vidéket. Tudta, hogy keresni fogják. Wörz megöléséért, ha kiderül, hogy életben van. Kemény feladat. Télen. Úgy élt, mint a magányos szürke farkasok. Még a bőröket is magára vette, hármat, négyet egymás fölé, ha elejtett néhányat, mert kegyetlen hideg volt és amikor felkészült a nagy leszámolásra, csontig soványodott lovon elindult. Másnap megjelent a völgyben a halál ádnéka, és becserkészte az egyik búdogot. Majd a tömpe Egy hónapig bolyongott lovával a hegység sziklái között, sokszor napokig étlen szomjan. Miután elfogyott a tölténye, nekivágott a nyugat felé vezető szerpentinnek, hogy messze elkerülve kentüveit Princetonba jusson. Kemény tél lett, az isten is az üldözőkhöz csatlakozott. Vágtatva igyekezett a szemébe fúvó hó ellen éjszaka, hogy elhagyja a vidéket. Valaki azonban követi. Miért gondolja? Nem tudta, senkit sem látott a sűrű fúvó hóba. Hang nem vált ki a sivításból. És mégis biztos volt benne. Valaki követi. Gyors vágtatásba kezdett. Ahol a hegyek lábánál Észak felé kanyargott az út, leugrott narról. Megveregette az állat nyakát, suttogott a fülébe, aztán rácsapott. Narró kirúgott horkamba, és nekivágott az útnak. Vagy száz métert ügetett, és megállt. Pen gyorsan felkapaszkodott egy kiugró sziklára, és a csapkodó hó ellenére neki mereztette tekintetét a folyton gördülő, sűrű, fehér függönynek. Mintha egy patadobbanása hallatszana az ugó zizegő orkámba. Most botlott valahol egy ló, Huppanás. Könnyedén leugrott a nyerekből, a nyomát keresi. Úgy látszik az üldöző, száz méterenként így leugrik, és figyeli a hóban náló patáit. Most egészen közel van. Már kiválik valamiféle árnyék, nyerekben ül ismét, és jobbra-balra hajladozik a nyomot keresve. Ide ér! Sűrű hófüggöny mögött egy elmosódó ány látszik. Pelnyugodtan lesiklik a szikláról. Álljon meg, Logan ezredes, mert lelövöm. Az ezredes nyugodtan visszarántotta a lovát. Nyugodtan, egyenes tartással ül a nyerekben, és nézte a ráilányuló, könnyedén fogott puskacsövét. A mexikói suhanc füttyentett, és néhány másodperc múltán odatrappolt Náro egészen melléje. Aztán lelógó fejjel bólogatva megállt. Csörgött az ablája, ahogy rágta bólogatva. Logan ezredes nem lepődött meg azon, hogy a fiút látja. Szóval maga a halál árnyéka? Igen. Azt hittem meghalt. Nem. Jöjjön hozzám, bújjon el nálam. Azt akarom, hogy végezzen holdvilág Teddyvel. Ha gyilkos, ha nem, maga elbír vele. Hát él? Igen. Messze látomon keresztül láttam, hogy füsszál fel a kunyhóból a felhősvény végén a csúcsom. Ha olvad és lejön holdvilág maga végezhet vele. Vagy felmegy... Pent többen látta, hogy Logan garambősz. Úgy is ezt tettem volna, felelte. És Lillian, remélem, hogy nem él. súgta megtörten Logan. Elfogadom az ajánlatot. Most Princetonba akarok menni. Logan egy másodpercig gondolkodott. Kezet nyújthat, szólt Ben. Nem én öltem meg, Words. A húsos farka tette. Az ezredes megszorította a kezét. Én elhiszem és remélem, egyszer mindenki hinni fogja. Aztán elvágtatott. Pán utána nézett, sokáig, és a szél nyitott szemébe hordta a havat. A farkasok kórusa egyre panaszosabban zengett. A hegyeket derékig felhőgőzbe takarta a hófúvás, és a halott síkságok fölött kiéhezett kesejük keringtek esetlen csapkodással. A száraz, nedves fákat zörögte a szél. A vörös Bart és Kóbor Jimmy egy lapos sziklán táboroztak. Körül néhány bokor, és mögöttük egy kis domb, amely eltakarta őket. Itt bujkáltak leromlottan soványan, elvadult külsővel, mint éhalára ítélt csikászok. Tekintetük nyugtalanunk megrebbent minden zajra. Kávém van, mondta rekedten Bart. Honnan? Találtam. Buldog iszákjába. Lement vízér, és akkor történt. A táskát letettem mellettem. Szóval a boldogtól örököltük a kávét? Alig beszéltek. Néhány szikla alatt az ott maradt szárazákból tüzet raktak. Te, nézd! mutatott Kóbor Jim. Egy lovas léptetett a szikla közelében, de lenne a fehér zörgő síkságon. A holdfény jól megvilágította. Előre csúsztak hasalva. A lovas most ott ment el éppen alattuk. – Márvin! – rikácsolja elveszett hangjának kiáltására serkentve Jimmy. A lovas megrántja a szárat és fegyveréhez nyúl. Régi cimborájuk volt, míg Kaliforniában garázdálkodtak együtt, és a félszakáló volt a vezér. világ Teddit akkor nem ismerték, az átkozottat. Ő hozta a halált. Ez a lovas itt Márvin, öreg cimbora. Ha ho! kiáltotta Bárti sipoló köhögőreket hangon. Ha ho! Ho, ho, hi! Gúnyosan röhög a szél, és riadtan zöld arccal kuporog a két rabló. A síkon sehol egy élő lélek, a magányosan léptetőn kívül. Mervin! Kiáltott a kóbor Jimmy, és rozsdás fali órák ütőszerkezetére emlékeztetett a kiáltás. De a meghallotta, és odajött. Magas, jó táplált férfi volt. Mi az ördög, Bart? És Jimmy? Alaposan rátok járhat a Csendes légy, nem lehet tudni. Mervin bámult. A vörös Bart fél valamitől, és kóla tüzet. Balondok vagytok? Mondom, hogy légy csendben, Honnan jössz? Prince Hogy jutottál oda? A fenébe is, ámódozott Mervin. A kanyonon keresztül. Hallod, Jimmy, átjött a kanyonon. ha 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 A szél is kacagott, és elnémultak hirtelen. ha <laughs> ha ha Hí! A vízhang és a szél zengett tovább. Velük és utánuk is. Mióta nem jártál erre? kérdezte Bart. Talán két éve. Jó neked? Sóhajtottak. A szikla előtti fára esik a holdfény, és élesen megvilágítja. A csupasz korona árnya végigdől keresztben a hármas csoport mellett. Mervin vállat vont, és idegesen mosolyog. Úgy látszik, furcsa világ van itt Nevadában. Hogy jöttél át magányosan a szorosan Princetonba? Nem magányosan jöttem. A hódkapitány karaványához csatlakoztam. Azért jutottál ide. Csapda állítónak néztek. Kik? Hát nem tartóztattak föl a kanyonnál Princeton előtt? Szélsüvőlt és csapott a hangjukba. Várni kellett. Száraz, fagyott porhó zuhant zörögve, és legezőszerűen elterült a sziklákon, amint a szél kihullajtotta a markából. Feltartóztattak, mondta ilyette Mervin, és kísérjátta nézte a két szakadt, halovány, kisé dadogó embert. Végig most ráltak futólag, de úgy látszott igazad lesz, hogy a hódkapitány miatt nem törődtek velem, mert azt hitték. Farkas ordítás száz víz hangosan a völgyön át, keserves és panaszos. A kis tűz lángocskái idegesen ugráltak, és gőzölögve zizegett a víz. Hogy kerültél Princetonba? Kaliforniából. Nem volt más út. Aranyásokkal utaztam, hamis lobogó alatt Szakramentóból a Deep valley keresztül. Ők hoztak Princetonba. Innen keletre megyek. Ostoba. Hogy akarsz kijutni innen becsületes aranyások nélkül? Spawn Water grundon ismerek egy titkos gázlót. <laughs> Reked bántó nevetést hallottak mindketten. Hiú! kapta föl a szél és a vízhang, Hű, Hű, üvöltötte túl egy gyászoló szürke farkas. A gázlón akartunk menni mi is, és mindössze, ha huszon vagyunk még a százból, felelte Bart, és vigyázott ne, hogy kifusson a kávé. A többit egyenként kilőtte közülünk a halál árnyéka. Én mindig azt hittem, hogy ez csak mese, szó döbbentem Mervin. A halál árnyéka létezik. Ti szellemekben hisztek? Élő ember, mégis sátán. Sárga lefogyott arcok eltorzult a dűttől. Vakító, sűrű hózú fröcskölt egy nyújtott szélrohan. A pokol volt ez. Hallottam róla, mondta a messziről érkezett rabló. Csak az áldozatait találták meg, őt nem ismeri senki. Azt hittem, hogy nyugati legenda az egész, amelyet vén trapperek költenek. Van, él, Sukták reketten és bólogattak, és hajlott fák ága is, mint a bólintva hajladoznának. – Orvullő? – kérdezte Merlin. – Nem. – Hát, hogy történik? A szélkes eregve siratva jajgatott, hollók busongó csapata érkezett egy kopár koronára, és rikácsolva megtelepettek. – Először – kezdte Bart – megjelenik egy árnyék, Ebben a pillanatban elhallgatott a szél, és fára tűző hófényvetületében egy árny hullott eléjük, hosszúra nyúltam. Elhallgatott a szél, megremegtek a fekete madarak, és csend lett. Kóbor Jimmy, mondta halkan, de határozottan -e egy gazdátlan hang. Elkészültél? A halál árnyéka érted jött. Senki sem mozdult. Kóbor Jimmy tétován körülnézett, és fehér volt, mint a hó, amelyen a holdfény feküdt végig. Hirtelen a pisztolyához kapott. Az árnyék felől kicsapott egy vörös villanás. Dörrent a cső, és Kóbor Jimmy kezéből kihullott a pisztoly. Elvágódott, mint a ledőlt tuskó, kinyújtotta a lábát, és megmerevedett. Ennyi volt, és kész. Az árnyék behúzódott előlük. Bezúgott a szél valahol nem messze sikoltva, tárul csapódott a gyelhagyott kaiba ajtaja, és farjak rikács voltak. Senki sem mozdult, csak fél perc múltán mondta a vörös bárt érdes Valahogy így történik mindig, ahogy láttad. Hú, ha, 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 ha Temessük el. Fenn beért Princetonba. Mindössze nyolc vagy tíz fánból álltak is telep, de ezek jól megépített házak voltak, sodronkerítéssel, gazdasági épületekkel. Szóval látszott, hogy errefelé jó módban élnek az emberek. A drugstore előtt leszállt a lováról. Egy tábla lógott kint. John Burger. Lovát a vendégdő tornácának oszlopához kötötte, ahol már több ki kipányvázva egymás mellett. Aztán felsietett a falépcsőn. A helyiség rendkívül nagy volt. A falban lyukak, revolvergolyók nyomai. A rosszul világított teremben konzervgullák, ládák, egymásra rakott kannák, nyergek és rohafélék között fűszer, heringek, kimért bor és ázott bőrkabátok légkörre terjengett. Rúm és dohány bűz is fönnpőgött vastagon. Zajongtak, ittak, kártyáztak és főként csapkodták az asztalt. A fiú tekintete megakadt egy sovány szomorú kovboly akit néhány komor külsejű gazda lögdösött a pulcok előtt. – Csirkefogó, majd ellátjuk a baját. Golyót kéne ereszteni veléje. A sápot fiú reszketve állt, és valamit hebegett. én igazán lökjétek ki! Ben valami egészen furcsa vonzalmat érzett az ilyet csenevész kölyök iránt. Miért? Maga sem tudta. Már kilökték volna éppen, amikor közbelépett. Erre felé tizen egy fiúra? kérdezte hidegen. Felnéztek. Ez egy csavargó. De maguk férfiak, vagy nem? A fiú, mint valami kotlós mögé, úgy húzódott védelmébe. Volt valami a mexikói suhanc lényében, amitől félni kezdett. Talán a barátja? kérdezte egy hang mögötte. Sarkon fordult, és hosszan nézett az illetőre. Nem, de a vendégem felelte nyugodtan, keményen. Ezt jó lesz megjegyezni. Jöjjön velem. Előre mentes a fiú követte. Senki sem nyújt hozzá. Penn leült vele egy szabad asztalhoz. Hogy hívják? Bill Burton. Volt már nyugaton? Nem. Mondja el, miért akarták bántani? A suhan zabartan akadozva beszélt. Kiderült, hogy a keletről érkezett vasútról szállt le Silver City-ben, és azóta hol szekéren, hol gyalog igyekezett nyugatnak. Így érte el a hegyvidéket. Itt már csak nehezen jutott előre a köves talajon, ahol tövisek, száraz, élő drótsövények kúztak, behálózva mindent. Azért napszátáig már jó darab utat megtett, és estél elérte princeton -t. De közben elveszett a pénze. Princeton helység átutazókból élt. Kevés épülete volt, amelyek közül a vendéglős, együtt a vegyeskereskedő kereskedő, olcsó háló helyhez jutatta az embereket, akik szekér vagy sátor nélkül érkeztek. Amikor a fiú belépett, senki sem törődött vele. Éhes volt és fáradt, és pénz nélkül állt. Szeretnék valamit enni és meghálálni, mondta a kocsmárosnak. Lesz minden, a lovát maga látja el, vagy szóljak a bolynak. Kérem, nekem nincs lovam, a kocsmáros csodálkozva nézett rá. Mi a fene? Hát, hogy jött idáig? Gyalog. Honnan? Többen is odaálltak, és hallgatták a párbeszédet. Gyanús kölyök, mondta valaki. Silver City-ből érkeztem, és szeretnék pihenni. Hordja el magát! Morgás támadt. Silver City-ből gyalog jönni télem. Ez nem nyugati ember. Akkor mit keresik? Valakinek előző nap eltűnt a pokróca. Gyanús alakok csavarognak erre. Csavargó, vigyázzon magára, ez biztos lopit. Meg kell tisztíteni ilyen pofáktól a vidéket. Még néhányan jöttek. valaki leütötte a kalapját. Honnan jössz, mit csináltál eddig? kérdezte egy szigorú hang. De Denverbe gyárban dolgoztam. Mutasd a kezed. Micsoda hazug, nézzétek a kezét. Ez akarja elhitetni, hogy valaha dolgozott? A fiú keze puha volt, és a bőre piszkos, de egészen sima. Ez már nem is gyanús. Ez már tetten érésnek számít errefelé. Valaki előre tolakodott. Egy ilyen alakó a lovam körül, amikor eltűnt az egyik revolverem. Nem lehet letenni valamit, hogy el ne lopják? Mit keres ellen nélkül? Van pénze? Talán lopni akar? Rúgjátok ki! El kell kötni! Börtön nagyon sápadtan át, miközben ide-oda lögdösték. Valaki előre furakodott. Azt hiszem, ez az a hamis kártyás, aki elnyerte a pénzemet tavaly Salt city -ban. Én ma érkeztem, higgyék el, kérem. Hazudik, az arca sem áll jól, mondták össze-vissza, és lögdösték egymáshoz az ilyes hihedert. A pen nem lép közbe, Hát pórul jár. Most hálásan ült az asztalnál, és mohó nevett. Miután megvacsorázott Penn kifizette számára a hálóhelyet, és ott akarta hagyni. Uram! tessék. Én Kantivébe szeretnék jutni, mondta remegve, és olyan sírálmasan gyámoltalannak látszott. Penn bólintott. Várjon reggel négy órakor itt. Ön oda készül? Nem de Malekwék együtt lobagolhatunk. Ott már akad elég utas Kantivé felé, akikkel tovább mehet. És ott hagyta. Bill Burton hosszan utána nézett. Másnap várta az ivóban. Ben először vásárolt mindenfélét, aztán intett Burtonnek. Jöjjön, kölcsönöztem lovat magának. Köszönöm. Nem fontos, hogy hálálkodjék. Nagy fófúbásban indultak keletnek. Néha megpihentek egyet -egy széltől védettebb helyen, hogy egyenek valamit. Burton ilyenkor ledörzsölte a lovakat, megitatta és betakarta őket. Alázatos igyekezettel segített a férfinek, hogy háláját kimutassa és hasznossá tegye magát. De Pán alig szólt hozzá. Általában az eget bámulta, vagy maga elé nézett a földre. Itt pihenünk, mondta. Vagy húzza meg a hevederét. A fiú ilyenkor alázatosan így szólt. Igenis. És megtette, amit mondtak. Egyszer kérdést tett fel. Maga farmer? A mexikói suhanc körülbelül tíz másodperc múlva felelt. Nem. És újra hallgatott. Az ott Malekway, szólt később. Onnan már többen is kantivébe mennek. Elérték azt a füves részt, ahol a Split River völgy elkezdődik, és gyorsabb ütemben haladtak a közeli cél Távolban feltűntek a havasok, és kitárult a téli rétség panorámája a lebukó nap borongó megvilágításában. Most újra lassan kocogtak, oda hallatszott a helység esti lármája. Előttük puska nyire volt Malekway. – Mit akar csinálni Kantivébe? kérdezte most Penn. Munkát keresek, és szeretnék a fivérem után tudakozódni. Ki az? Words, csend biztos. arca nem változott. Mi lehet belül, mi szorongathatta a melkasát? Nem látszott. A barátságtalan fakoronák között visszahúzódó hideg, rőt, téli napba bámult ráncolt szemekkel. Régen eljött Kantivébe, és úgy hírlet, hogy megölték. Remegett a hangja. Nem hallott semmit a fivéremről? De, hallottam. Mit? Megölték. Nem tudta másképp mondani. Nehezen bánt a szavakkal, pedig tudta jól, hogy milyen szörnyű, amit így egyszerűen kimondott. Megölték. A fiú nagy nehezen megőrizte egyensúlyát, de lehúnyt szemmel ült a nyerekben. Megállította a lovát. Nehéz zihálással szólalt meg. Meg ölték? Maga is úgy hallotta? Nem, én tudom. Biztosan tudja? Igen. Honnan? Először nem felelt. Börtön ilyetten nézte. Miért nem felel? Feleljen? Honnan? Kérdezte ismét. Tudom, hogy megölték. Ki ölte meg? Egy rabló. Többet én sem tudok. De ez biztos. Újra léptettek. A fiú nagy erőködéssel küzdködött a nyerekben, de tartotta magát. Ben melkasát sötét előérzet szorította. Maga sem tudta, hogy miért. És honnan tudja? Biztosan. Én temettem el. Ó. Oh. Nem bír többet szólni. A helységből kiszűrődő esti fények már elérték a két lovast. A hófötte vidék felett sötét madarak keringtek. Látta? kérdezte halkan. Későn érkeztem, felelt pán. Most már a fiú sem beszélt. Fuldoklott a kintól. Remélt idáig. Nyugaton előfordul, hogy halál hírét költik valakinek. De ez most a hideg iszonyú bizonyosság. Meghalt, eltemették. Itt mellette lovagol, aki eltemette. A helységben több utas volt, akik kantivébe igyekeztek. Arra felé csak nagyobb csapatban indultak útnak, a farkasok és a rablók miatt. Vacsora után azt kérdezte Burton. A sírjához szeretnék eljutni. Ismeri a helyet? Igen. Elvezet? Nem. De hát miért? Télen járhatatlan és veszélyes vidék, és Elhallgatott. Börtön sem szólt többet. Valamiért nem akarja elvezetni. Ezt látta. Uccát le a lováról, mintha sebesült volna, akinek fogytán az ereje. Aztán már nem beszélgettek többet. Valami kifeszült közöttük. A halott varc emléke. Másnap indult a csapat, nagy nagyrészt trapperek. Ben azt mondta, hogy keletnek tart, a fiú tehát búcsút vett kísérőjétől. Jó szakát kívánok, és köszönöm. Ezt nem mondja. Hallgattak. Pen figyelmesen nézte a kedves szomorú arcot. Kifejező nagy, sötét, tiszta szemek tekintettek rá csillogva. Ne menjen kantivébe, mondta végül a mexikói suhanc. A fiú udvarias mosolyjal megrázta a fejét. Most nem hallgathatok a tanácsára, nekem mennem kell biztosan kell tudni, hogy történt. Kitette, és elfulladt a hangja. Nem mindegy, ha meghalt? Nem, a gyilkosnak bűnhődnie kell. Bosszú? Igazság. Összeszorított fogai megcsikódultak, ahogy elkínzott, keserves fájdalmával tehetetlenül áltott pen előtt. Az igazság nem megtorlás, felelte a mexikói suhanc. Igazság az, hogy valaki meghalt, és valaki szenved. Igazság az, hogy nem kell Words-t feltámasztani. Burton döbbenten nézett rá. Ki maga? Az mindegy, mondta Kultán. Én nem hiszem, hogy a fivére gyilkosát megtalálja Miss Words. Mi? Hallhatta Miss Words. Ilyetten hátra lépett. Honnan tudja, hogy én... Nemrég láttam egy hölgyet, felelte elborult tálcár férfi ruhában. Most már mindig felismerem ezt az álcát. Igaza van, nő vagyok. Nem bánom, hogy lelephez. Magához úgyis őszinte voltam. Nem tudom, hogy ki, de valakiben bízni kellett. Menjen haza, Miss Words. A fivére? Nem a fivérem, szólt halkan. Nem? Hát ki je? Words a... a férjem volt. Pen maga sem tudta, hogy mi az, ami szinte megdermeszti ettől. Nem bír szólni sem. Az asszony kezet nyújtott, és a férfi úgy fogta idegenül és csodálkozva, mintha ez a barna sovány kis női kéz valami furcsa tárgy lenne, amit a földön talált. Mire feleszmélt, Wörthnél már nem volt Másnap kis lovas csapat igyekezett vágtába Kantivé felé. Vagy huszon lehettek. Trapperek. Jó lett volna mentől hamarabb a folyómenti lankás útról, ahol a hó magasan állt a kevésbé jó talajú elágazáshoz jutni, mert a hegyek felé egyre sűrűbben hullott a hó. Közben megbarátkoztak börtönnel. – Hová, öcsém? – mondta az egyik. – Kantivébe igyekszem. – Kihez? – Nem tudom. – Nem? De hát azt csak tudod, hogy miért. A fivéremet keresem. Hogy hívják? Words. A holdfény lassan áttudódott a vízről a part felé, és a fény határon túl kirajzolódott a homályból az óriási hegylánc néhány csúcsának körvonala. A lovasok összenéztek. Te De a Denveri kopó öccse vagy? Igen. Hm. Há, bizony. Egyik sem szólt. Ilyesmiről senki sem szeretett egy hozzátartozóval beszélni. Tudják, mi lett vele? kérdezte Burton. Biztosan senki sem tud. Senki sem? Azt hitte, hogy amit Pán mondott, az itt mindenki tudja. Valószínű, hogy elintézték. Meg kell mondani, ha azért jött, nem? A többiek felé fordult, és azok helyeslően bólogattak. – Én biztosat akarok tudni – ismételte csökönyösen. – Akkor okosabb, ha hivatalos helyre megy. Komoran hallgattak. Vörc emléke még friss súlyjal feküdt ezen a vidéken, mint komornapok vér, lőpor, halál és hajsza jelképe. – Hát az mi? – kérdezte az egyik lovas, és a távolba mutatott. – Valami sötét föld feküdt ott a vékony hórétegem. – A hót fényét sugározza a hó mondta egy másik. Valamelyik előre lovagolt, és ellenzőt formát homlok elé a tenyeréből. Aztán felkiáltott. Ott valami dög van, keselyük szállnak felette alacsonyan. Nézzük meg! A lovasok egy része neki ugratott. Börcné, illetve Burton lassú ügetéssel követte őket. Nem bánta volna az sem, ha lemarad itt ezzel a nagy súlyos fájással, amirá nehezedik pedig fontos volt számára, hogy társaságban utazzék. Messze környéken az egyetlen ember volt, aki nem viselt legalább két revolvert az övében. A revolvereit eladta még mielőtt pennel találkozott Princetonban. Aki előre lovagolt, megrántotta a lovazabláját, aztán leugrott a nyerekből és intett a többieknek, hogy siessenek. Halott ember feküdt a földön. Szokatlanul hatalmas termetű, nagy fejű egyén. Valakinek eloltották a gyertyáját, mondta a másik. A tete arcára nem süppett mégre a halál megkövesedett kifejezése. Még nem volt merev, mindössze néhány órája fekhetett itt. Fölé hajoltak. Ezt kioltották. Egyetlen lövéssel. Börtön is odaért lassan. A többiek már befejezték a vizsgálatot. A kabátja bal oldalán sötét fót látszott. A folt közepén a szöveten apró szakadás. Az áldozat néhány óra előtt még élt. Óriási, de nagyon sovány, széles fejű ember volt. Őszes, piszkos színű bajusszal. Átkozott gazember, utolérte a végzet, kiáltotta valamelyik lovas. Te ismered? kérdezte egy másik. Te is jól ismered hírből. Most egy távolabb álló kiáltott. Ide nézzetek! Egy korhadó neveságra valaki fatáblát függesztett, amelyre ormotlan betűkkel ezt írta. Ez a halott a második búdog, aki találkozott a halál árnyékával. 12. hó 24-én, 50 lépésnyire e helytől. A vörös árok kezdetén, ahol a villám sújtott fenyő van. Húsos farkast őjétek meg! Az asszony nyugtalanul körülnézett. Komor, merev arcok olvasták a táblát a téli éjszakában. Egy őszfarmer levette a kalapját, és keresztet vetett. Ki ez a halál árnyéka? kérdezte Burton. Zavarban voltak. Végül egyikük felelt. Mindenféle babonákat súgnak. Milyen babonákat? Furcsán pislogtak egymásra. Végül egy öreg ember felelt. Hát, úgy mondják, hogy a meggyilkolt Varc szelleme. Kilencedik fejezet Reggel volt. Az ablakpárkány és a tető vastag hópárnáink sziporkázva futott végig a felkelő nap. A kunyhó tűzhelyén hatalmas fatörzsek parazsa füstölgött. Lilian felkelt frissen, kipihenten és körülnézett. Gyerekmesére emlékeztette a ragyogóan tiszta, rendes és szép kis kunyhószoba. Hol van, hol világ, Teddy? Bizonyára korán kelt, mint általában a nyugati emberek. Örömmel látta, hogy a tűzhelyen egy sajtár víz áll. Ez, ez figyelmesség, hogy ne kelljen a jég ide kólébe mosdani. Szappan, törőköző és... Kávé. Oda a cinkbögrébe. Csak meg kell főzni. A lánynak ez nagyon jól esett. Miután begyújtott és megmosdott, újra a tűzhelynél körülnézett. Hosszú polc vonult az ágy felett. Könyvek, írások, hegedűtok. Van benne hegedű is. Szerette volna megtudni, de nem mert kíváncsiskodni. Miért? Hiszen nem kellett tartania, hogy megharagszik. És mégis. Semmihez sem nyúlt. Kisé ágaskodva elolvast az egyik könyv címét. A. H. Tyne, a görög művészet bölcselete. Mellette egy vastag nagy kötet. Táj anatómiai jegyzetek. W. H. tanár úr korbonztani kutatásaihoz. Azután vagy tíz különböző kötet. Az emberi elme, a modern élet pszichopatológiája, lélektani kutatások, átöröklés. Nem éppen az a jellegzetes nyugati rablótanya felszerelés. Orvosi könyvek. Mit jelent ez? Orvos? Őrültség. Az egész történet őrültség. Mi köze ehhez a banditához? Miért engedelmeskedik? Miért nem fél? Sőt, jó itt. Mi ez a kellemes érzés, amelyel így sétál a kunyhóba? Beleszeretett? Nem, mindig szerette. Amikor nem ismerte már akkor, akkor is. Csak így képzelhető el az, hogy amióta meglátta ellenállhatatlan vonzás él benne, hogy együtt legyenek. És most nem aggódik. Pedig a hatalmában van, és alapjába véve szörnyű a helyzete. De hol lehet? Kimenjen megnézni, keressen. Nem, azt nem lehet. Itt leülés és... úgy tesz, mintha nem is bánná. Egy perc múlva az ajtónál volt és kilépett. Ijedtem vissza hőkölt és felkiáltott. A nap ragyogóan tűzött, de csöp sem hullott le a fagyos reggelem. Felhők úsztak a völgy felett, alatta és körülötte lavinatorlaszokkal borított távoli lejtők. Vastag hópárnákkal fedett fakoronák, valami tiszta, üde, lelkesítő derű, és néhány ázott ködrony mögül csodálatos kéken amenny volt. Mi volt az, amitől a lány megijedt ezen a kristályszép, poétikusan ragyogó reggelen? Szemben vele a kunyhó bejárata előtte csupasz hátú, megtisztított földarabon alacsony eszkimóknál divatozó sátor. Talán fél méter magas mindössze. Alatta pokrócok között aludt holdvilág teddi. És a sátor vastagon borította a hó. Lilian gyorsan visszahúzódott. Valósággal megijedt. Ó! Kintöltötte az éjszakát, szabad ég alatt, mint valami középkori lovak. Olyan gyengétség fogta el, hogy legszívesebben kiszaladt volna, hogy odaboruljon a óra a rabló mellé és megköszönje. A kezét megcsókolja. Micsoda férfi? De miért rabló? Hirtelen eszébe jutott az apja, és nagy nagy szomorúság szorította össze a szívét. Szegény. Szörnyű lehetett, amikor látta, hogy elrabolja őt egy bandita. Vajon tudja hogy itt van ezen a csúcson? Most velőbe markoló szörnyű panaszos üvöltés búgott fel egészen közelről, hogy a lány megdermet rémületében. Aztán egy dőrenés. Sokáig visszhangzott. Ült, várt, szívére szorított kézzel. És bejött. Ott volt előtte. Mosoly a kisé furcsa, mert az arcbőre merevebb most a hideg miatt de a hangja épp oly lágy, szinte muzsiká, és mégis határozott. Jó reggelt! Hatalmas, szőrmeszerű valamit tett a kunyhó elé. Lilian csodálkozva nézett rá. Egy szürke fargast lőttem. Közben kávét tett a tűzhelyre, és kutatva nézett a lány arcába. Meddig akar itt tartani? kérdezte Lilian. Hét hónapnál előbb innen a völgybe nem juthat le. Lavina torlasz fedi az összes utat. Lilien a szomorúság és az öröm vegyes érzésével hallgatta ezt. Szegény, apa, mondta Tompán, és most nagyon fájt a szíve. Látja majd lentről a kunyhó füstjét, és ettől megsejti, hogy élve feljutottunk. Honnan tudják ezt, hogy erre rüttünk? Mielőtt a hóhatárt átléptük, lehajítottam a felhősfény széléről a kalapját. És? És hét hónapig a szabadban fog aludni? Igen, edzett ember vagyok. Nincs szüksége valamire? Köszönöm. A férfi kávét ott. Hány éves lehet? Gondolta Lillian. Harminc és negyven között. Harmincnyolc. Esetleg negyvenkettő. Egyedül lakik itt? Igen is, nem is. Ezen a csúcson nincs más emberi lény rajtunk kívül, de a másik csúcsom közel ide, Ringthoffen lakik. Vadász? Nem, lelkész. Ő a Rocky Mountain remetéje. Elsőrangú természettudós. Jó barátom. Rabló és tudós. És a barátja lelkész. Ha elolvatta, hó, átjut a hegyen valamerre? kérdezte Lilliam. Nem hiszem. Ha előbb érek a csúcsra, akkor talán. De így azt az egyhágót Mexikó felől könnyű elzárni. Addig megkerülik a hegyet. A lány torkát szorongatta az aggodalom. Szóval, majd kitalálok valamit. Most pedig dolgozni fogok. Felvett egy fejszét a szoba sarkából, és kiment. Az ajtó előtt feküdt kilógó nyelvel a hatalmas szürke farkas hullája. Alkonyatig fát vágott, behallatszott a fejsze csattogása. A lány hanyat feküdt az ágyon, és a mennyezete bámult. Mi van vele? Százszor is elismételte magában. Rabló, rabló, rabló. Hiába. Ugyanannyiszor felelte belülről egy hang. Szeretem, szeretem, szeretem. Este holdvilág Teddy felállította a sátrát, és aludni ment. Ről ilyen sokáig feküdt téberem. Behalacott a szélvonyításon, legördülő davinák tompán dübörgő távoli tremolója, kétségbe esett farkasok kórusa, és recsegtek a fák. Éjfélkor felriadt. A kunyhó oldalán tompa puffanások. Egy farkas rokozkodott neki időnként, hogy a tetőre ugorjon, mintha ott meleget vagy ételt remélne. A ló nyerített a házhoz ragasztott kis deszkajászolban. A farkas teste puffant, morgás, vicsorgás. Felsikoltott. Jóformán el sem hangzott a sikoly, amikor a rabló a szobában termett. Mi az? F Félek. A pillanatnyi csendben egy puffanás és mormogás. Haja! Na, nyugalom, mondta mosolyogva. Meg kell szoknia, hogy farkasok környezetében él. Nem a legrosszabb társaság a földön. És maga? Engem nem bántanak. A farkas fél az alvó embertől. De télen, Fagy van. Most látszott a lányon, hogy nem fél. Őt féltette. Az alvó férfiért aggódott. Hodvilág Teddy hozzálépett, és megfogta a kezét. hideg volt a reszkető apró tenyér. Nyugodjék meg, Lilian, és feküdjön le. Aludjék. Igen, felelte engedelmesen. Aludni fogok, Teddy. Először szólították egymást a keresztnevükön. Reggelig aludt. Amikor kinyitotta óvatosan az ajtót, meglepetten hátralépett. A férfi úgy állította a sátrat, hogy a kunyhó küszöbén nyugvó fejjel aludt. Hodvilág Teddy rövidesen kunyhót ácsolt a fensíkon a meglévő szomszédságába, már csak a tetejét kellett elkészíteni. Hallgatólag beleegyezett abba, hogy Lilian segítsen. A lány építette kövekből a tűzhelyet. Verte a megfagyott földet baltával, hogy hódvilág leássa a fatörzset. Kipirultan boldogam. Hiányt nem szenvedtek semmiben. Úgy látszott nem az első tél, amit a férfi itt töltött, mert elegendő készlete volt mindenből. Egy közeli csúcson, ha tiszta volt a levegő, látszott a páter kunyhója. Remélem egy-két nap alatt készen lesz a házam, mondta némű büszkeséggel. Igen, felelte a lány, de úgy látszott, hogy alig lelkesedik. A természet nem így akarta. Délután is roppant felhőtorlasz robogott a csúcs felé, mint valami gigászi, mozgó hadosztály, ónszínű lomha testtel. Fagyott, ködbe borult minden. A vastag köd homájából távoli nyávogásként szabadult fel egy farkas üvöltése. Azután hosszú füttyel megérkezett a szél, és a szerte szakadó ködből hóvihar lett. Orkán. Recsegett, ropogott, sikongott minden. Vágott a sűrű hó, felkavarodott a sok lehullott is, és úgy rohant fel nagy a szikláról, mintha visszahullana az égből. A kunyhó egy szölöpek időlt, eltörte a szomszédját, az meg a közép gerendát. A hatalmas zuhanás után csak az orkán üvöltött ismét. A férfi teját főzött és csendesen kavargatta. – Mi volt ez? – kérdezte sápadtan Lilian. – A kunyhó – felelte Teddy. Összedőlt a gerendázat. Nem lehet a fagyott földben jól lásni. És a lány azt mondta csendesen, nagyon komolyan. Az Isten sem akarta. Tizedik fejezet Soha még ilyen télen borította a hegyek alján elterülő prérit. A barlakban meghúzódó rablók már semmiben sem különböztek a hegyek farkasaitól. Valamennyi rekert, sipoló hangon beszélt. Voltak, akit megölt a köhögés, és Snake Bill egy napon betámolygott kantivébe feltartott kézzel. Húsz perc múlva függött egy vastag nedveságon, és fázós fekete madarak keringtek körülötte. Mert a jelszó nem változott. Nincs kegyelem. Azonban az öme a vörös bárgyal, gunnerbob, a félszemű, sötét zsef, és még vagy ötvenen csontig soványodva, lerongyoltan, de vérszomjas elszántsággal tartották magukat tengődve. És húsos farkas a falka veszett vezére. A halál árnyékára vadáztak. Pár nem is törődtek volna semmivel, nem is tudták, hogy élni akarnak. Talán nem is akartak, csak a halál árnyéka kerüljön a terítékre. A bosszú. Hiába. A megfoghatatlan kísértet nyomai egyszer csak elvesztek valahol, mintha a föld nyelnél. Hol lakik? Hol tartja lovát? Miből él? Azt mondom, hogy Kanti vébe tanyázik, állapította meg a vörös bárcsó. De ki? Az erdek, sziszek rekedten Gunner Bob, és görcsös köhögés rázta egész testét. Húsos farkas töprengett. Ő eddig ügyesen elkerült a rémet. Nagyon vigyázott. Csak a barlang mélyén pihent, és csak ha ébren voltak a többiek. A szabadban nappal állandóan látnia kellett a terepet mindenfelé, különben visszafordult. Szerintem, jegyezte meg, a serif keze lehet a dologban, és Logan is egy követ fúj vele. Átkozott holdvilág. Ha nem rabulja el a nőt, most nincs semmi baj. Fenn pihen a felhősvény végén, nagyon keserű hangulatban voltak. világ Teddy zúdított rájuk mindent. A Logan Farm jól látszik a Split River egyik dombjáról, mondta a húsos farkas. Ott is akad megfelelő barlang? Azt akartam mondani, hogy ha ott tanyázunk, és felváltva figyeljük a tanyát, esetleg megleshetjük. Szerintem Logan... Szerintem Logan házában rejtőzik. Igen, Azonnal induljunk! – kiáltotta Gunner. Derűs délelőtt volt, és elindultak lóháton a befagyott folyó felé. Még félúton sem voltak, amikor szembe lovagolt Marvin. Ez itt rekedt a völgyben, és aránylag a legjobb erőben volt. – Üzenet! – Kitől? – A halál árnyéka! – nyargalva követték. – Mit üzehet nekik az árnyék? A keresztútnál egy szölöpre szegezte az üzenetet, amely később mindenfelé ott függött a fákon elhagyott konyhókon. Patkányok! Elintéztem veletek a számadásomat. Ha húsos farkas holtestét adjátok ért a cserébe, ha nem, akkor az utolsó emberi kiírtalak benneteket. A halál árnyéka. Némán álltak. Sötét Bill halálosan sápadta, a hószínűnek tűnt, amint meretten összenézett a társaival. Húsos farkas idegesen felkacagott. <laughs> – Engem tart a legveszélyesebbnek. Miért nem mondja, hogy kimehetek a völgyből? – Mert tudja, hogy nem engedi a gyűrű. – Ha folyó helyett éjség vagy kötél vár rátok, az mindegy. Senki sem felelt. Gondolkozva ügettek a Split River felé. Amikor libasorba haladva felértek a domboldalba, Gunder, aki elől haladt, odasukta a vörös Bridgernek. – Miért kell jelettegni is ebben a gyalázatos kártyúban? – Brágyan az dörmögte. A holdvilág és a húsos farkas főzték ezt a fekete levest. Kanalazzák ki ők a mindenségét. Mindketten meglazították pisztolyukat a tokban, és hátrafordultak. Sorban érkeztek a rablók. Megértő, sötét pillantásokat váltottak. De mikor végül az egyik búdog, amelyik életben maradt felért, nem következett utána senki. A húsos farkasnak jó szimata volt. Elszökött és ez időtől fogva egyedül bolyongott a hegyek között. A rablók csak úgy üldözték, mint a környékbeli lakosok. A tél, a hó, az éjség és a halál árnyéka olyan sorba taszították, amelyben még rabló sohasem bűnhődött. Kiátkozottan, egyedül, halálra üzvet. 11. fejezet Völcről nem sokat tudtunk, állítólag megölt egy mexikói kalandor, de senki sem látta holtam. Burton Logan ezredes előtt ült. Az ezredes már hosszú ideje senkit sem fogadott. A házából sem lépett ki, de név nem utasította el. És ki volt ez a kalandor, aki megölte? Nem tudják. Egy mesztic volt a mentő tanúja, de annak is nyoma veszett. Wörcöt tehát biztosan megölték? Igen. Burton fiú ruhában volt, csak az ezredes előtt vetette le az inkognitóját. És erre a bűnösök elkerülik az igazságszolgáltatást? kérdezte rövid szünet után. Sajnos itt furcsa dolgok lehetségesek. Az emberek nem firkálnak sok jelentést a kormányzóságra. Messze van ide a város. De ha elfogják a bűnöst, akkor nem sokat teket óriáznak. Örülnék, ha nyomra vezethetném Fivére ügyében. Köszönöm, ezredes úr. Addig is legyen a vendégem. Ezt nem fogadhatom el, de talán akadna munka a ház körül. Majd akad. Ha, csak vigyázzon magára. Nem ajánlatos ezen a vidéken rablót keresni. Különösen asszonynak. Némi habozás után hozzátette. Ha úgy érzi, hogy segítségére lehetek valamiben, csak szóljon, kérem. Köszönöm, ön nagyon jó. Logan sóhajtott. Körülbelül egy idős önnel a lányom, aki elhallgatott. Nem tudta folytatni. Meghalt? Igen, azt hiszem. Ezért jó lesz nekem, ha itt marad. Remegő hangon hozzátettem. Olyan egyedül vagyok. Kinézett az ablakon a felhős fény felé. Keskeny füst száll látszott a kunyhó tetején a tiszta délelőttben. Itt maradok, Mr. Logan. Végig az asszonyt a házon. Az ebédlőből nyíló szoba zárva volt. Itt lakott a lányom, mondta az ajtónál. Most senki sem lakik benne. Elzárattam. Innen a tornácra mentek. Nem tudja, ezredes úr, a féljem, hol közül megtaláltak valamit? Semmit, úgy tudom, illetve látták a ruhájában, a pisztolyával azt az illetőt. Hol? Itt kantivében is, a gyilkosság gyanúsítottjánál. Az ezredes szivarra gyújtott a korlátig ment, és kinézett. Azt a vékony füsszállat bámulta a havas csúcson. Wörcnél visszament az ebédlőbe. Nézte az zárt ajtót, amely mögött Lilian lakott. Most lakatlan. Sokáig állt ott szomorúan. Aztán valami furcsa dolog történt. Néhány halk könnyed lépés alatt recsent a padló bent. A szobába járt valaki. Délután Bern serif járt az ezredesnél. Azért kérettem, hogy bemutattassam dr. Burtonnek. Wörz néle mutatott. A néhai Wörz csendbiztos rokona. Szeretném, ha elmondaná nekem mindent, amit tud Mr. Burns. A serif vállat volt. Az nem túl sok. Messze innen a folyóparton végeztek szegény varccel. Egy mexikói fiú ölte meg, és ezt a fiút megölte holdvilág Teddy. A lány habozott, aztán megkérdezte. És a halál árnyéka? Erről sem tudok sokat. Egyszer csak feltűnt, és írtja a hegyek között a tengődő rablókat. Az éjszaka látták az úton, egy csapat a mieink közül. Éppen amikor lelőtte a boldogot. Üldözték is egészen a felhő szerpentinig. Ott eltűnt. A nyomai a sziklákon vezettek. De itt nem sok ember meri követni, mert azon eddig csak a holdvilág teddi ment végig. Más senki. Logan ezredes feje lekonyult búsan. És nem látták? kérdezte Wörtsné. Nem. Mindig árnyékos terepen lovagol. ahol fény kikerül, de ott lehet a tanyája valahol az ösvények kiszögelésénél. Fel kell mennie valakinek. Nem lehet ott. Amire egy ember képes, azt más is tudja. A serip vállat volt. Itt nem akad vállalkozó. A nő erre nem felelt. Kiment a szobából, le a kertbe. Most már ő is oda merett a szerpentére, mint az ezredes. Amikor visszafordult, látta, hogy a lezárt szoba ablakával szemben van, és a függöny éppen visszahullott. Valaki őt figyelte, és most elengedte a csipkét. Ki lehet? Miért titkolja az ezredes? Folytogatta a sok titozgatosság. Nem bírta tovább. Este, amikor minden elcsöndesedett, kiosont a házból. Száron vezette a lovát, és nyeregbe ült. Aztán ellovagolt a felhősvényhez. Nem tudta, hogy szemköztet sziklán elvadult rongyos kiéhezett veszek lapulnak. A rablók. Lesen. A halál árnyékát figyelték, és ezen az estén végre egy lovas hagyta el óvatosan a farmot. Megvan, mondta a vörös bárt, miután besietett a barlangba. Éppen ő volt őrsége. Felváltva figyelte egyik-egyik Logan házát. Valamennyien felugráltak. Megvan! sziszegte maga elé a húsos farkas egy másik sziklán egymagában, ahonnan ő figyelte a Logan farmot éjszakáról éjszakára. És vadul az ösvényhez ráncig át a lovát. A veszett csikaszok elindultak a völgybe feltűnő lovast nyomába dühötten, vérért lihegve. Elkezdődött a körvadászat. Börc nére! – Az asszony kobolyöltözékben, gyanútlanul ügetett, nem gondolt veszélyre. Mit akarhatnak tőle? Arra az átkozott különös férfire gondolt most, akinek olyan tiszta szomorú nézése van. Ne erre járhat? Most egy homályos alak közeledett vágtatva jobb felől, és mögötte is dobogás hallatszott a fehér hideg éjszakában. Megijedt és nyargalni kezdett. A hegyek felől farkas és hangzott. Mindenfelől sötét alakok bukkantak elő sebesügetéssel. Már megbánta, hogy eljött, és visszafordult volna. Dobogás, nagy félkörbe kettő elébe került. Elvágták az utat. Üldözik, ezek őt üldözik. Lövés. A ló először felágaskodott, aztán gyors iramban nyargalt el a síkon. Egész közelről hallatszott már a dobogása. A húsos farkas mindenkit megelőzött. Wörszni sarkantyúzta a lovát. Két lövés ott sivított el a füle mellett. A húsos farkas lova jobb volt, mint a társai és előnyösebb síkból nyargalt és őrült volt a veszett bosszú vágy dühétől. Vagy ötven méterre megközelítették már Wordsnét. Több lövés dördült a menekülő után. Ha kibukkan a holt, nyomba célba vették, és a távolság állandóan csökkent. Közben kellettnek nyargaltak még ketten, hogy bekerítsék, és a helységi járhatatlan sziklái felé is, hogy ne kiszorítsák a Rocky Mountainnak a menekülőt. A többiek balra próbálták előzni. Lövés lövés után dőrent. Ott fütyültek el mellett a golyók. Völcné felemelkedett a nyerekben, és ahogy a látta, előre dőlt. Így megkönnyíti a terhet, amely eloszlik a lóháta és a nyaka között. Egy asszony vágtatott az életéért. Golyó súrolta a vállát. Vége. Elvágták az útját mindenfelé. Egyre közelebb szorítják a hegyekhez. A vörös bárt már elébe vág, nagy ívben. A húsos farkas egyre nyomul mögötte. Ahogy közelebb ért a hegyhez, csattogott a lópatkója alatt a sziklás volt, és egyre több golyó sűvített mögötte. Vége. Szívén a közeli biztos halál hűvös rémülete ült. De mi ez? A sziklák között egy zengésű hang kiáltott csengőn messze hangzóan. Vörösbárt! Ha-ho! A fehér dermet hegyek megsokszorozva verték vissza ezt az iszonyú örömkiáltást, és mindenfelől farkasok feleltek rá. Sziklák, farkasok, síró szélfoszlányok, mintha életre kelne sírjából a megfagyott préri, átvették kórusba a kiáltást. Vörös Bart, ha -hó! Most Vörszné is meglátta. Fent egy holtfényes csúcs függőleges falára vetült az árnyék. Tisztán és élesen, és a nő, elfelejtve a rettegést, Lenyűgözve torpant hátralobán. A halál árnyéka. Az üldözői már nem követték. Az első hívásra szerte nyargaltak eszeveszetten, a rémült, dühött csikasz, a húsos farkas, és utána vörös bárt, szájában a halál ízével. Amikor hallotta a dördülést, már tudta, hogy vége, és iszonyú ordított. Csak aztán érzett egy ütést a tarkója táján, és a vörös rabló kizuhant a nyerekből, a sziklák közé csapódva, de bal bent maradt a kengyelben, úgyhogy a paripa még jó darabig vonzolta, miután holtan lebukott. Húsos farkas nem ölte meg. Ő ilyen. Hétszer átkozottam. Szenvedjen. A halál árnyéka beleveszett lassan az elhúzódó holdfényt követő sötétbe. Mintha jelenés lett volna. Álom. Egy szellem. Amelyik öl. Csak Wörzné nem menekült. Amikor hátra nézett és látta, hogy a rablók elmaradnak, nem csökkentette a vártatást. Abba az irányba folytatta utát, amerről a halálárnyékát látta. Mert betege volt a feltevésnek, a halál a senki más, mint Wörz. A hang idegen volt, de itt a hegyek között eltorzul a kiáltás. Tudta, hogy nem lehet messzebb 150 méternél, amikor feltűnt, csak a vakító holt át látta olyan ködösen távolinak hamarosan talált egy lónyomot a havasföldön. földön. Csak az ő lova lehetett. A világos éjszakába le se kellett szállni a lólról, hogy kövesse, olyan mélyen és határozottan látszott a fehér hótakaró napatkó nyoma. A halál árnyékának a nyomába nyargalt. Vagy két mérföld után csodálkozva látta, hogy a felhős és fény lejtőjén van. Lépésről lépésre haladt. A szerpentin mind szűkebb lett remegve látta az óriás hegység oldalában a borotva élszerűen keskenyedő párkány, amely messze a határon átkanyargott a csúcsig. Tovább menni nem lehetett, mert lezuhan. De hát az árnyék, hogy ment fel? Hát, igazán csak árnyék. Wörz! kiáltott az okokba. Vörc! A lovát hátrahagyta, és hátával a sziklához lapulva feljebb ment és újra megtalálta a lópatkójának lenyomatát, és szinte felsikoltott. Friss vérnyomok. Megsebesült? Vörc! kiáltotta félbe, fájó szívvel és keservesen sírva. Vörc! Bövörc! Felelgették nyújtottam, mintha beszélnének. E szóhoz hasonló üvöltéssel minden felül a farkasok és a hegyek. Aztán a fordulóban, a palatónál ott állt hirtelen egy kis ház mellett. Ez az. Az ő háza. Itt lakik a halál árnyéka. A szíve nagy lökésekkel vonaglik a fáradtságtól és az izgalomtól. Óvatosan az ablakhoz lépett. A szoba üres volt. Sebesen lüktető torokkal belépett a kunyhóba. A tűzhelyen magasan lobogott a láng. Hús volt oda készítve, és egy serpenyő. Az asztalon fegyver. Véres rongyok, golyók és bőrök. Szép, különösen formás revolver volt, és... Ó, hisz ez? Két kézzel a torkához kapott. Úgy érezte megfull. Uram, légy irgalmas! Lassan megérinti a pisztolyt. Benne a név. A név. Megrogyott a lába. Jaj, elájul. Ott áll a pisztolyon, bele cirkalmazva, ezüstösen. Words és ugyanazt a jeges bizsergést érezte belülről, ugyanazt az acélszerű ízt, a halálfélelem ízét, amit nyargalás közben, amikor rálőttek és horkantak a vágtató lovak mögötte. Kilépett a kunyhóból, és rogyadozva megállt. Virratt. Harásszerű sárgás sugárzással terült végül a nap előhírnöke a havas csúcsok fölött a messzeségbe kígyózó felhősvényen. Kimeresztett szemmel a falhoz lapulva óvatosan haladt lefelé. Egyik forduló a másik után. Pedig ha egy kicsit feljebb megy, talán tíz lépéssel a kunyhó után meglátta volna. Ott állt egy kiugróhoz lapulva a halál árnyéka. Pen. 12. fejezet A megvadult farkasok télen betörnek a falvakba, és nem törődve a veszéllyel neki ruhannak az istálónak, ahonnan húst lehetne rabolni. Így volt a januári legkritikusabb napokban a kiéhezett rablókkal. Egy éjszaka megtámadták Berkeley telepet. Harmincan álltak össze a vállalkozáshoz, és tizennégyen ott hagyták a fogukat. Kilencen megsebesültek. De volt egy birkájuk és egy láda szárított főzelékük. Tizenhatak voltak hozzá, majd tizenöten, amikor Merwin, akit rossz sorsa hozott a tájra, sérüléseibe belehalt. Egy birkáért egy láda szállított főzelékért. Néhányan a vaksi Home emberei közül Clifford Hillbe próbálkoztak betörni, eredménytelenül, illetve szomorú eredménnyel. Hatanót hagyták a fogukat. A lakosok őrszemeket állítottak éjszakára, és magányos ember nem közlekedett a vidéken. Aztán egy éjjel ott találták óta, átlőtt fejjel a hosszú viklit, és egy tábla volt felette. A húsos farkasért halt meg ez is. Mindannyian őért elakoltok. A halál árnyéka. Átkozott, sziszegte Brown Mike. De ezt nem a halál árnyékára, hanem a húsos farkasra értette. Hogy nem lőttük le azonnal. Minden neki köszönhetünk, és holdvilág Teddinek. Liekte láztól fénylő szemekkel sötét Jeff, és fullasztóan köhögött. Ilyenkor mindig véres lett az ajka. Azon túl még elszántabban vadázták a húsos farkast. Wörzné nem mert többet kilovagolni éjszaka, csak a kertben bolyongott, és az ablakon kibámulva nézte a dermet Egyszer Feri a támából az ismeretlen védelmező hangját vélte hallani, amit nevén szólítja furcsa, melodikus, hűvös Evelyn, Evelyn! Felült az ágyban. Messziről vonítást hallott. Az ablakon át betűzött a telihold. Gyorsan felöltözött. Képtelen volt rá, hogy az ágyban maradjon. Kilesett. Az ebédlőben megállt az elrobolt lány szobája előtt. Itt. Itt kell lenni valami titoknak. Valahol át kell törni a rejtés jűrűjét, mert megőrül. Idegbe markoló cifrázással üvöltött fel egy farkas, és a társai felelgettek mindenfelől. Aztán csend. Hallgatódzott, de a lány szobájában nem mozdult semmi. Végül nyílt az ajtó, és kilépett egy árny. A lány meg sem moccant. Nem félt, inkább így maradt állva, mintha hirtelen meghalt volna. Tudtam, hogy itt van, Miss Warts, mondta a dallamos hang, ami olyan nyugodt és tiszta volt, mint a tenger. Tudtam, hogy itt van, maga? Maga lakik -e ebben a... Igen, igazságtalanul üldöznek, és Logan ezredes menedéket adott. Valamelyik távoli szobában egy inga óra kondult, és a holdfény lassan egészen rájuk hullott. Látta a fiú komoly, kemény arcát. Félelmes, titok. És ha tudná egyszer az igazat, elmenne innen? A nő a szemébe nézett. Nem tudom, felelte zavartam, pedig sejtette. Itt maradna. Szeretném, ha őszinte lenne hozzám. Egy barátságos kézmozdulattal a fiú vállára helyezte a kezét, és meglepetten látta, hogy az arca összerándul. Rémülten hátra lipett, és rámerett penre. A válla... Nézték egymást. Wörzni halálcsápat lett. Hirtelen szörnyű világossággal egységessé ford néhány kép. Miért néz így? kérdezte Penn, és tudta közben, nagyon is jól tudta, hogy miért. Megsebesült? Kissé megütöttem, Ön is egy szülő. Miért hazudik? Maga a, a, a halál árnyéka. Pen lassan elfordította a fejét. Nagyon nehezen jött ki a hazugság a szájából. Wörsné elfulló léhegéssel kérdezte. Hol, hol volt tegnap? A felhős fényen. Lihegve álltak. Szorongva nézték egymást, és rémületté fokozódott bennük ez az érzés. Mi ez? Te jó Isten! Menjen ölel innen, Miss Words! Nem megyek. Így sóvárogja a bosszút? Nem mehetek, felelte keményen, keserűen. nem minden átmenet nélkül azt mondta. Ki maga? Egy vándorló ember! A beálló szünetben hallatszott a farkasok üvöltése, és bevilágított az ablak függönyein át a téli tájfehér sugárzása. Szóval itt marad? Vérbosszút állni? Nézze, ezt nem érti, felelte akadozva, és az asszony felcsattanó hangja rári volt. Maga, maga a halál árnyéka! Ha forró, érdes szóval felett, tompán megtörtem. Igen, én vagyok. A mexikói suhanc? Bólintott. Az. A homályban jól hallotta a nő izgatott lélegzetvételét. Szinte vergődött a felindulása a mögött. Maga megölte itt. Most nyugodtan fölényes szelítséggel felelt bent. Én nem öltem meg senkit. Jöjjön velem, kérem. Hová vezet? Völd sírjához. Ez csak ott lehet elintézni. Az asszony valami lehetetlen reménynyel követte. Óram, uram, add, hogy ártatlan legyen, hogy hihessem ezt, hogy ne veszítsem el az eszemet. Ámen. Már vidatta, mikor a farm magtárán egy rejtett kiáron keresztül elhagyták Logan házát. Kettesben, Némán és egy szót sem váltottak, amíg Völd sírjához értek. Még ott volt a szikla, amit Penn rágörgetett, és ott volt a pársor, amit a kőbe karcolt. Itt nyugszik John Words, a Denveri kopó, élt 34 évet, gyilkosa a husos farkas. Orvul végzett vele. Háltak. Wörcnél sírt. Hallgattak. Csak sokára szólalt meg hangosan Penn. né, mielőtt bármit is mondanék, a férje sínrálnál kérdezem. Hiszi, hogy ártatlan vagyok? A nő habozás nélkül felett. Hiszem. Tudom, már az előbb is tudtam. Maga ártatlan. Akkor elmondom az igazat. Ott ültek a sír mellett egy fatönkön, és Pán elmondott mindent elejétől végig. Elhiszi Wörsznél, amit ma sértem? Elhiszem. Maga jó és igazat mond, és nem ölte meg a férjemet. Akkor bebizonyítom. Üljön nyerekbe. Engedelmeskedett. És ellovagoltak a barlanghoz, ahová Holdvilág teddi akkoriban Lilient vitte. Itt feküdt Fernandez a mesztic, alig bírt mozdulni. a sötétben állva maradt, hogy a mesztic ne láthassa. Penn előre ment. Fernandez, mondta csendesen. Uram, felelt egy folytott hang. Ki meg Wörzt? Lassan nyögve válaszolt a húsos farkas, én láttam. Ki temette el? Te, uram, áldott ember vagy, és... Elég, mondta Verszné. Ennek az embernek nem szabad beszélni. Ott álltak ketten a barlang előtt, és Völcné a férfi vállára borulva sírt. Amikor visszatértek a farmra, Völcné halkan ezt kérdezte. Miért maradt itt? A mexikai suhad habozott. Ha olvadás lesz, megpróbálom mi szlogan esetét kikutatni. Ébredt a nap, néhány bizakodó veréppitjeget már a fákon. Szereti? kérdezte Halka. Tessék? Szereti? kérdezte határozottan. Pem megfogta a kis dermet kezet. Azt hiszem, szerettem. Most már tudom, hogy ez tévedés volt. Miért? Mert most már csak ugyan szeretek valakit, mondta a égő arca lakadozva, és gyorsan bement a házba. Wörszné még sokáig állt kint, és nézte a nagy csodát. A nap. Felkelt a nap. A félelmes téli táj derűs, krémszínű csillogással mosolygott mindenfelől. Ki hitte volna? Tavasz lesz, igen. Új élet. Most már egészen biztos, hiszen felkél a nap. Áprilisban már csak néhány éhes rongyos bandita élt a hegyek között, és a félig meddig tébolyót húsos farkas magányosan rettegve bolyongott. Káinnál hétszerte átkozott átkozottabb sorsával. Olvadó cseppek csillogtak a napfényben. A csúcsok ködbe burkolóznak. Penn már le a éjszaka a felhőös fény alján. Nappal nem jöhetett le a bandita, mert messziről látszott az út. Csak éjszaka. Éjszaka meg ott ült az ösvény elején, mindig, hajnalig, és várt. A halál árnyéka. Beláthatta a prérit és a távoli dombokat, és ő elmenekülhetett, mielőtt még bárki észrevehette volna. Völcnével azóta alig váltott néhány szót. A nemrég elhalt csend biztos emléke állt közöttük. A kegyelet. De érezték mind a ketten. Valami elkezdődött, és most ellenállhatatlanul sodorja őket. Hová? Mindegy. Ez így szép és jó. A boldogság vagy a megsemmisülés felé mentek. Ez nem fontos. Szerették egymást. Pent türelmetlenül ült őrhelyén, ahol már elvégezte útját az égen, és fehér ízzással eltűnt a roppant csúcs havas üvege mögött. Sötét lett. Elgondolkodva bámult le a völgybe. Cigarettára gyújtott. Kelet felől rostaszínű csík húzódott előre az ége. Sárgás árnyalatokban tágult, egyre élénkebb derengéssel terült szét a mezőn és az álmosan elfekvő Split River fölött. Vírat. Pen felállt. Most már az ezredes is ott állt messze látójával, és nézte az ösvényt. Így vigyáztak felváltva. Reggel lóra ült, és megindult a dombok között visszafelé. Ugyanakkor az ezredes őrhelyén volt, és figyelte messze látóján a csúcsot. Ilyenkor már nem jöhet rá a holdvilág teddi. Hatalmas tócsákkal telt meg az olvadó hó alatt éledő vidék. Lassan felszívódott a tél. A rablók is eltűntek, mint az olvadás, felszálló párái. Aztán Fernández megjelent Börsznél, és vallomást tett. És vallomást tett egy rabló, aki pen élve elfogott. A fiú tisztázta magát. Május első napján megtalálták a húsos farkas hulláját. Szétmarcangolták a prérikutyák, de homlokán ott volt a sebb hely. – Maga ölte meg? – kérdezte Wörcné. – Nem – felelte Ben. a földet nézte. – És… és mi lesz, ha jön az a szörnyű ember? – Megveregszünk. Ismét hallgattak. Rátette kezét a fiú vállára. Azt hiszi, hogy még él Lilian? Mindegy. Bosszú? Nem. Megígértem Logannek. Maga miért van itt? Nézte a nőt és nyelt közben. Én várok. Mire? Magára, hogy, hogy együtt menjünk. És hihetve hozzátette. Idefelé is segített. Gyorsan elsietett, égő arccal. Este ledett. Ben először életében úgy érezte, hogy boldog. De amikor megpillantotta Logan ezredes őszhaját, gönnyedt a lakját, szó nélkül lóra ült és kikocogott a lest helyre. De elmúlt április, sőt május lett. Hol van hol világ? A kunyhó tetején vékony füstcsík látszott. Rablónak már híresen volt a vidékem. Békésen zöldült minden. Vidám kaubolyok nyargaltak a legelésző csordával. Egy reggel pán oda ment Búcsúzom. A nő meghökkent. Ho hová megy? A felhős Fel. Két kézzel megfogta pán kezét és szorította. Nem, ne menjen. Hát maga is, mint Verc. Oh. Gölcsösen Görcsösen szorongatta a kezét. Muszáj, mondta a mexikói suhac. Ha visszatértem, szeretnék valamit. Nem folytatta. Az asszony sírva a vállára hajtotta a fejét. Tudta jól, hiába mondana bármit. Ez most megy. Délután Logan látta messze látóján, amint egy kis pont haladt fel a peremen, egyre feljebb. Estére elnyelte a csúcs körüli köd, és éjszakára sem tért vissza. Csendes lett minden. Elsötétedett a táj, és a remény a szívekben. Másnap sem tért vissza. Mindenki tudta. Oldvilág Teddi végzett vele. Tizenharmadik fejezet Pen szitta a hódat. Fényárban úszott a hegygerinc. Hátával a falnak dőlve ment lépésről lépésre. Vajon tudja a bandita, hogy ő itt vár? Tudja, hogy jön? Figyel ilyen napra. A csúcs körül a keskeny perem széles tisztásokat is körbefogott. Ez nem látszott lentről. Most már óvatosan haladt, vigyáznia kellett. Vajon nézi a holdvilág teddi valahonnan fentről, amint jön? Biztos. Hogy világ mindent tud. Talán 200 méterrel lehetett a csúcs alatt, amikor egy kavics hullott eléje a magasból. Megállt. Olyan csend volt itt fent, hogy tisztán hallatszott egy gajrebbenése is. Pen! Valaki szólt, felette, várt. Pen! Rövid szünet után megismételte. Pen, talán félsz felelni? Várom, hogy mit mondasz, hol világ Teddy. Csendesebben beszélj. Mi az ördög? Tán csak kiabálhat az ember egy csúcson. Szünet következett. Neszelt a táj sokféle halkmódon. Várlak teddig. Nem jöhettem. Holnap én indultam volna, ha késel még. Biztos? Tudtam, hogy vársz, felelte a bandita. Tehát biztos. Hallgattak. Nos? kérdezte Pem. Ajánlok valamit, gyere fel erre a tisztásra, ott megverekszünk. nem kell eskelődni, időt húzni. Habozott. Ha mozdul, akkor az ott fent lelőheti. De az ott a holdvilág, Teddy. Jövök. Nyugodtan felment. Tiszta célpontot adott percekig annak, aki felette áll. De az a holdvilág, Teddy. A kiugrónál alig feljebb egy sziklatetőn állt a kunyhó, világos ablakkal, és füstölgött. Hol van, Miss Logan? kérdezte Penn. Érdeklődni jöttél, vagy verekedni? felelte hidegen a rabló. Igazad van. Ajánlok valamit. Ha ketten lövünk, semmi esély. Ketten halunk meg. Ez igaz. Elhajítok egy pisztolyt oda a sűrűbe. Előzőleg leteszünk itt minden fegyvert. Áttalálunk egymás mellett. Átdobom a fejemen, aztán aki megtalálja... Értem, felelte Penn amint elhajítottad, ismét megfordulunk, és keressük a fegyvert, mint a pólólabdát. Mi az? Hmm, sport. Egymás mellé álltak, lecsatolták az övöket. Repült a pisztoly. Egyszerre fordultak. Aki előbb készhez kapja, az győz, és életben marad. Nincs kétség. Miután a revolver elrepült és megfordultak, mindkettő állva maradt a helyén egymás mellett. Lassan körbefuttatták a tekintetüket. Egyik sem kezdett elhamarkodva futkosni. Itt most látni kell, bizonyosat tudni. Aki előbb megpillantja a fegyvert, az hamarabb el is kapja a készhez. Valahol egy Ben látta, hogy csillan valami. Ugyanakkor a másik is észrevette. Abban a pillanatban ugrottak, de egyik sem hajolt le, előbb a másik torkához kapott mindkettő. Egy borzasztó ökölcsapás elzúg a fiú arca mellett, amint lekapja a fejét, és üt mint a kő úgy zuhan az ökle. Holdvilág Teddy hátrabukik. bukik. Pen már fut, felkapja a bokorba csillogó tárgyat. Egy üres könyzertoboz. Most mögött elővés Egy lökést érez a vállán. A pisztolyt a bandita találta meg. Pen a fa esik félig eszméletlenül. Úgy irányítja az uhanást, hogy fedezéke legyen. Tudja, hogy vége. Tehetetlen dühében a földbe markol. Holdvilág Teddy felé jön, de valami repül. Pen egy hajít összecsukódó tenyeréből, kemény szikladarabot, és a bandita bezúzott fejjel visszatántorog. Lezuhan. A mexikói suhanc talpon van. de következő pillanatban felkapja a pisztolyt, langyos budjanással ömlik a karján lefelé, iszonyúan belenyilalik a mozdulattól, ahogy elhúzza a ravaszt, mielőtt a másik egészen feltápászkodik. Célozni nem tud homályosuló tekintettel, csak lő. Egyszer, kétszer, háromszor. A pisztoly kihullik a közéből. A bandita visszaesik egy találattól, és pen tártorogva a csúcs felé indul. A kunyhóhoz. Benyit. Lassan tisztul előtte a kép, és rémülten felkiáltva ismét hátra a küszöbről. Ott ül Liliana a tűzhelynél egy bölcső mellett, és ringatja. Ámultan dermedten néz. Miss Logan... Lillian halásápadtan felállt. Mi történt? Ön maga Miss Logan? Hebegte. Én Thomas Weekly doktor felesége vagyok. Kiáltotta türelmetlenül. A felesége? Igen. Páter Richthofen lelkész esketett. Itt lakik a közelben. De feleljen, hol van Teddy? Hozzáment holdvilág Teddyhez? Igen. Mit tett a férjemmel? Nem felelt. Tántorogva rohant vissza. A felesége. Holdvilág Teddy még élt. Zúzódás komoly volt, de nem súlyos. A golyók közül csak az egyik súrolta a combját. A banditát bekötözött fejjel az ágyra fektették. És másnap Pán megtudott mindent. Holdvilág Teddy nagyapja nyugati vadász volt. A fiát azonban New Yorkban neveltette. És ez volt Thomas Wickley. Jó nevű idegorvos lett később. Egyszer idejött a nyugatra, évekkel ezelőtt. A kóborlás pszichopatológiáját tanulmányozni. És lassanként feltámadt benne az ősi vér. Thomas Wickley csodálkozva tapasztalta, hogy szemei, fülei különösen élesek, hogy órák alatt megtanult pisztolyjal bánni, lovagolni, egy évig volt itt, és olyanná lett, hogy azok csodálták, akik ezen a vidéken születtek. A vér csodája volt a fajta őserejű feltámadása. Megőrültem, kisé, azt hiszem, magyarázta pennek. Atavizmus, szóval úgy éreztem, itt jó. Csak ölni nem tudtam soha. Ezért vállaltam mások szörnytegteit, hogy nevem legyen. Rettegjenek tőlem. De ennek vége. Lilian hozta a föloldozást. A közeli csúcson remetei magányban él egy pap, az összeadott bennünket. És most tégy, amit akarsz, csak maradj csendes, mert felébred a gyerek. Lilian ott ült és ringatta a bölcsőt, és sziporkázva csillogó tágfényével egyre lágyabb, értetőbb meleggel tűzött a nap. Élettel áldotta meg még a sivár szikla kolosszusok csúcsait is. Ben sebesülten tért vissza. Az ösvény alján valaki ott kuporgott egy kövön. Aludta kimerültségtől, mert itt ült úgy szólván naphosszat. né. Amikor felnézett és meglátta a férfit, csak azt tudta mondani reszketve. Pen, ó, oh Pen, én istenem. És sírt, és nevetett, és odaszorította a fejét a szakadt kabáthoz. Pen átkarolta, és sokáig áltakott. Aztán bementek Kantivébe. Holdvilág Teddy nincs többé. Csak ennyit mondott az embereknek. Ezek nem is kérdezték tovább. Logan ezredessel bezárkóztak és sokáig beszélgettek. Wörcné is jelen volt. Az ezredes arca hol felderült, hol elborult. Tenyerébe hajtotta a fejét, járkált, majd ismét leült. Felindultságában remegett minden újja, hogy át meg átszántotta őszhaját, és nyelt és kezeit tördelte. De hiába, Odakint sütött a nap. Ezt látnia kellett. Egy viharos éjjelen kis szekértávor indult el a Logan Farmról. Senki sem tudta, hogy holdvilág Teddy, a fia és a felesége kelnek át a Spandwater gondon. És velük volt Penn is, Wörz nével, aki most, a gyászével teltével már a mennyasszonya volt a mexikói suhancnak. De kisé mogorván, elgondolkodva, Logan ezredes is ott kuporgott velük a ponyva alatt. Mondják, hogy néhány rongyos rabló, kettő vagy három csontvásszerű alak szintén ezen a szekéren jutott ki a halálos gyűrűből és elmenekült. Mert nem igaz, hogy leróhatatlan bűn is létezik. Nem igaz, hogy nincs kegyelem. Van.